Hibát nem tekel követve. Sziasztok, ez itt a Mögre csatorna, én Balázs vagyok, és játszunk a számítógépes játékkal. Milyen hibák? Kiírni egy streamet reggel 9-re, és aztán fél egyig Fortnite-ozni. For example! Meg Overwatch-ozni. Zum Beispiel! Szia Tuvia, szia Gyurci, hello Learon, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagytok, szia Áhorvát, hello Áron Pali, hello Exakóra, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Hogy vagytok? Itt 9 óra 1 perckor, ez itt a híradó, vagy elmondó, nem, matiné, ahogy a Tuvia írta, hogy matiné. Legyen matiné. It's matiné time, mert hogy planétázni fogunk, állatkert planétára ellátogatunk, ami a legjobb hely a világon, hogyha az emberek van a kreativitása. De még így is, hogy nincs. Még így is kind of good. Ennyi idősen, hogy általában fennmaradni félig, fél egyik, egy hiba. Yes. Yes, it is. Nem szeretném elvinni a balhét, de nem az én hibám volt. Hogy kinek a hibája volt, azt megtekinthetitek a Twitteremen, úgyhogy csattogjatok rá a Twitterre, mert ott van a válasz a kérdésekre. Nagyon jó képet csináltam egyébként. És hárman lájkolták. Szánalmas. És elfelejtem Kimnek válaszolni. Oh no. Azt hisz, hogy utálom. Tessék. Yes. Figyeljetek, az a helyzet, hogy ez egy ilyen extra stream, mert ugye múlt héten elmaradt 2 darab stream is, mert hogy múlt héten beteg voltam én. És most már nem vagyok annyira beteg, úgyhogy pótlunk, és ráadásul képzeljétek el, nagyon fura a kapcsolatom a Frontierrel. Kik csinálják ezt a játékot? Például nincs út. Aztán Frontier fejleszti. És úgy van, hogy adnak nekem kulcsot, néha. Tehát literálisan 3 játék, minden DLC-hez bekérek kulcsot, és 3-ból 2, 3-ból 1-hez adnak, amit kérek, ilyen általánosságban, átlagban. 1-hez nem válaszolnak, 1-et pedig elutasítanak. És most pont a múltkor beszéltük ezt a Twitteren is, és nem, valószínűleg nem ennek hatására, de szerintem ilyen rolling rendszerben van, hogy én azokat a kulcsokat kapom meg, amik nem annyira frissek. Azokat a DLC-ket. Például most fog kijönni egy DLC-jük, holnap után, Grasslands Pack, azt hiszem így hívják, és most így ideadtak olyan DLC-ket, amiket a nyáron kértem be. Tehát még csak nem is legutóbb, hanem a nyáron, és ezek ilyen régebbi DLC-k, de hogy attól függetlenül állatok, meg it's free! Szóval tök jó. 3 DLC-vel gazdagodtunk ma, a Wetlands Animals, ami viszonylag friss egyébként, a European Pack és a North American Pack. Köszönöm Gyurci a lájkot. Szia Gigler, milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Milyen szép vagyok Fortnite-ban. Literálisan ugyanúgy néz... Anyway. Szóval nagyon örülök, hogy igen, örülök, hogy kaptam kulcsot, és akkor várjatok, mutatom, hogy ez mikkel jár. Milyen állatok érkeznek, mert a játékba, ha belépünk, ötletem se lesz, hogy mik azok. Jó, ez a másik. Ez az. Hát ez kb. Okés. Uh-huh. Ez így van? Lol. Na, nem kell mindent látnotok, az a lényeg. És lehet, hogy most nem is bátorkodom még megmutatni. De felmegyünk a Steamre, és megnézzük, hogy milyen DLC-ket kaptam én. Nagyon jó lesz. Láttam, hogy a Frame-ről a második a bookmarkok között. Mert az az eldobható. Ó, ez amúgy vicces. Vicces sztori, majd ezt elmesélem. Ez most pont aktuális. Amúgy nem vicces sztori. Szia Peggy, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. De hogy az eldobható... nem Gmail-t használok. Van 2 eldobhatóm. A nagyon ilyen gány dolgokra a Freemail, a kevésbé gány dolgokra a Yahoo. Ez a tudom, hogy a fun fact vicces. Nem, senkit nem késelnek meg, ezt most szeretném. Most szeretném így.
tisztázni. Senkit nem fognak megkéselni. Not this time. Szóval nézzétek csak. Tehát ez az összes Planet Zoo DLC. Ez nem érdekes, mert ez zene. Twilight Pack, ez meg azért furi, mert ez a vombatos, és ezt megkaptam konkrétan megjelenéskor. A Afrika Packet megkaptam megjelenéskor, de közben meg sokszor így ignorálnak, vagy nem válaszolnak. A Grassland Pack most jön ki, és akkor amit most megkaptam, az a Wetland, a Europe és, a North America. Szóval ami hiányzik még, az a Dél-Kelet-Ázsia, az Aquatic, az Ausztrália, hogy Kollam annak is jó legyen, de csak Fepu feleségének, a Dél-Amerika és a Deluxe Upgrade, ami basszomban három állasz, szóval az annyira nem érdekes. Lehetem egy csomagot karácsonyra, és azon kívül, hogy bejöltem benne, hogy karácsonyi rendék, két helyre is beírták, hogy 15-én szállítsák, ha már azt írt, mert 15, szállítsam azt, hogy 15, most megpróbáljam ma kihozni. Ez egy panaszkodás akar lenni? Mármint tudom, valószínűleg ott van a család, meg shit, nem? És azért lehet rossz, de hogy... Megjön időben a karácsonyi rendék, szerintem ez abszolút győzelem. Na mutatom, mit mik vannak ezekben, tehát időrendben haladva az első a North America Pack. Igen, hát egy hód például. Ja, megromlik. Ez kellemetlen, akkor ez rossz. A helyzet szörnyű, de szerintem is tök jó, hogy épp egy kicsit tudok lenni. Hagyd a hátad mögött a helyzetet. Ain't nobody cares about the helyzet. Szóval, ebben vannak ilyen állatok, hogy ilyen krokodilus, ilyen szarvas állat, ilyen hód, azt ismerem, ilyen ilyen kutyámajom, ilyen sarkiróka, ez a cucc, ami azt hiszem, hogy manguszta, van egy ilyen nagymacska állat, van egy ilyen toprongyos béka, meg vannak benne ezek a specimentek. Na, ez volt az első pak. Itt a második pak, ami az európai pak. Azt hiszem ez a legjobb pak, mert ebben ténylegesen vannak a háromból. Ebben vannak épületek, képzeljétek el. Gyurcsi, nagyon szépen köszönöm ajándékoztál Peggynek egy feliratkozásnak, hogy Mercinek azt elfelejtettem mondani, hogy nagyon köszönöm szépen, nagyon király vagy, Gyurcsi. Beteg a kutya, nagyon öreg és nem tudjuk mi lesz. Jobbulás neki, ismerős helyzet egyébként. De ha ez boldogabbá tesz... Nem, itt is lesznek beteg állatok sajnos, szóval nem tudok megnyugvással szolgálni, csak hogy kitartást. Ez itt egy ilyen nagy szarvas állat, aztán van benne egy másik fajta szarvas állat, és lehet ilyeneket építeni, hogy így ilyen városokat. És van benne borz! Ezt mondtátok a múltkor, hogy ilyen borzot szeretnétek ti, nem? Ez a klasszikus honey badger. De nem honey badger hívják, hanem European badgernek. De hogy nem a skink az, ami... Skink? Az más. Skank. A skank. Skank? Not sure. Szóval most már ilyenünk is van. És ott néz, hogy mennek. Hát ez fantasztikus. Meg van egy ilyen Goethe szalamandránk is, tehát teljesen jó. És akkor itt van a Wetlands Pack, ami a harmadik. Ez a kapibara. Tehát nézzen meg, ez milyen jó már. Hát a kapibarákkal fogjuk kezdeni. De csak képzétek el, a skank az egy slur. Jó, hát a puma is egy slur. I mean, tudom, hogy a skank az egy slur, de hogy lehetett volna a cougar is. Tehát érted? Érted? Logikailag ugyanott van. Szia Csernai, mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Skunk. Ez nem a Daniel Ricciardo alakú. Akkor most nem tudom, mit akartok. Szóval, kapibara, és a kapibaraknak van az a fantasztikus, képzétek el, be lehet menni az embereknek a kifutóba. Szóval, és nem fognak beperelni minket. Szóval egy ilyen sétálós kifutót fogunk építeni szerintem az ő számukra és részükre. Aztán van egy ilyen daru állatmadár, vannak, hogy így mennek az emberek, vannak ilyen krokodilusok, amik szerintem amúgy kalmárok? Vannak vidrák, vagy ilyen vidraszerű lények, ez lehet, hogy nem pontosan vidra, de valami vidra állat,
vannak kacsacsőrű emlősök. Like what? Vannak vizek. Vannak ilyen, takarodja. Vannak ilyen gőteszarok. És vannak ezek megint. Ezekből kétszer vannak. Ez történik. The main difference between badger and a honey badger is their fur. Honey badgers have distinct yellowish brown fur on the upper side of their body. Today I learned. Na, és akkor folytatjuk azt a mentést, amit már elkezdtünk. Nem igazán csináltam rajta semmit. Direkt. Szerettem volna. Gondolom megvárlak titeket. Két feladat van. Az egyik az, hogy kialakítani egy ilyen wetland kifutószerűséget, ahol ezek az állatok így élhetnek, meg shit. A másik feladat, hogy ki kéne bővíteni kicsit a grizzliknek a kifutóját. Grizzlyeink vannak? No, I'm not even sure. Ja, várj, mi? Most megyünk? Nem, most nem megyünk. Ugye megépítettük a múltkor ezt itt, és minden bajuk van ezeknek. Mert túl kicsi a hely. I guess. Szóval ebbe az irányba még lehet bővíteni, meg akár ebbe az irányba is, de én inkább ebbe az irányba bővíteném az ő részüket. Összekeverni a gizikét a gőzekével? Erre akarsz utalni? Ez itt továbbra is egy nagy marad, úgyhogy ezzel most nem foglalkozunk. Arra gondoltam, hogy lehetne csinálni egy olyat, hogy itt nem arra bővítjük, hanem itt ezeket a utility épületeket elrejtjük ide, és itt kihozunk egy ilyen branching path-t, ahol kialakítunk egy ilyen wetlands részleget, gondolom. Itt vannak a állatok. Mindjárt. Itt vannak-e? És akkor itt mondja, hogy kapibara! Meg shit! Lehet nevet kéne a jószágoknak. Be is kapcsolom ezt a funkciót a ti számotokra és részletekre is egyaránt. Meséljetek amúgy, aki esetleg nem volt öt napi streamen, egyrészt elmondhatja a kifogását, hogy miért nem volt, úgyse hisszük el. Másrészt viszont ugye nem volt, hogy a hetetek az így milyen, ugye általánosságban. Settings? No. Community? No. Viewer rewards? Yes. Szóval, enable-elni kell azt, hogy én lenni állat. 500 pontért már vihetitek is. És akkor írjátok, hogy milyen állat lennétek amúgy legszívesebben. Lesz valami szarvasállatos kifutó? Szerintem nem. Túl sok cukjárat van, hogy a szarvasokra pazaroljuk most az időt. Nem lesz bonobónk. Itt van például a Californian Sea Lion. Meg itt a kapibara. Kapibara fogunk kezdeni, tehát hogy ezzel én most így barátkozhatom meg a gondolattal. Én nem kezdek el panaszkodni most, szóval csendben nézem a monitort. Good! Vegyetek példát Gyurciról. Mi lenne, hogyha úgy ágazna el a dolog, hogy átvisszük ezen. Mert azt hiszem, hogy ez pont útban van. De hogy a pávatáncházon átvihetjük a folyos, az embereknek az átjáróját. És akkor mondjuk a wetlands-et erre nyitjuk meg. Vagy felette is. Tehát azt is meg lehet csinálni, hogy itt felette elkanyarog. És ki van táblázva, hogy wetlands balra. Rossz már nincs? Nincs. Még esetben az van, de nem kapsz. Ezen a Twitter cuccon a szavazást a játékon nagyon meglepett, hogy a zombis izé vezet, nem is kicsit. Szerintem azért a zombis izé vezet, mert Viktor szavazott, és Viktor hozzászólt, ezért Viktor rengeteg követőinek megjelent ez, és a Viktor rengeteg követője a három játék közül ezt egyet ismeri. Mert Viktor nem volt, mert ezzel játszott. A sok jó játék helyett. De szerencsére nem érdekel, hogy mi a szavazás végeredménye.
Kakipara megoldódott? Ó, kakipara! Ez nem, mint a kapibara, csak viccesebb. Igen. Nézd meg, itt van, hogy habitat, cleanliness, és akkor nézd csak, 3-4 kaki összesen, 5 kaki. De hogy ez nagyságrendekkel kevesebb kaki, mint az eddigi kakik. Ugye milyen tiszta? Very clean. Vörös vezet élt róla. Abszolút 100%-osan őt hibáztatom, de szerencsére nem demokrácia. Csak így érdekel a véleményetek, csak nem veszem figyelembe utána. Szóval azt lehetne, hogy innen felmegy egy út, és így által megy az út ottan. Vagy a másik lehetőség, hogy itt van egy ilyen... Mégis az nem rossz ötlet. Az még jobb ötlet. Ezt te menjél, légy szíves máshova, mert we don't want to talk to you anymore. Ja, hogy az egészet... Ez az egészet szeretném átpakolni, és akkor mi van? Empty. Nem tudom átrakni máshova. Lol. Jó, hát akkor ez egy delete. Azt hiszem, nincs rá pénzem. Bye! És ez egy pathnak számít most? Ne, nem, csak a fiú olyan maradt. 69 ezer forintom van. Nice. Elvileg vannak új path-ek is ezzel. Álljon meg egy path-re és nézzük meg, hogy milyen új path érhető el. Ez ilyen tree bark, de nem is ez volt az, ami nekem tetszett, vagy lehet, hogy nem. Kicsit, mint a kaki. Not gonna lie. Lehet, hogy nem ez volt az, ami nekem tetszett. Vagy amit így megláttam a trailerből. Park, nem. Nem trailerből, nem képeken. Wooden. No, 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 not like that. Oh, lehet, a bambú vertikál, ezek a bambuk. És mindenfajta gold, oppácska. Hát hello már. Water, úristen. Very új, stone, ez mondjuk jól néz ki. Natural grass. Nem tudom, annyira nem fog meg egyik se. Talán a bambusz az így kinéz valahogy, csak egy kicsit gagyi. Not gonna lie. Nem spóroltunk semmit ezzel a cuccal. Ötven, 82 szavazás is elmond valamit, amikor kb. 50-en voltunk a streameken. Igen. De mondjuk direkt azért adtam ki Twitterre, hogy érted, valaki nem tud eljönni arra az adott streamre, de te tudjon szavazni az Xion-ra vagy a Stranded-re. De nem azért, hogy itt átverjenek. Mi az a nagy fekete cipős doboz? Van egy újfajta habitat. Hát nem... Hát végülis habitat. Az a lényege, hogy egy ilyen ötvözet a kis habitat, meg a nagy... Tehát ötvözet ezen a doboz habitat között, és a között, ami így a... Ezek ilyen bejárósak. A bejárós habitatok. Mert hogy ezek az ilyen madár épületek, hogy így belerakod a madarat, ami igazából denevér, és akkor át lehet rajta sétálni a népnek, és a denevér meg úgy repül mindenfelé. Szia Zolcsi, mi helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Tehát meg gépi fordítás az 1.8-as verzióhoz. Ötletem sincs. Valószínűleg használható egyébként. Nekem az az erős tippem. Ez long grass? Aha. Kicsit legyen itt már. Hát azt nem akartam feltétlenül beizélni. Ez light soil. Olyan rossz, hogy nem lehet altal csökkenteni a méretét ennek a körnek. Már Photoshopból megszoktam, hogy lehet. Ez nem light soil ez, hanem fine sand. Mondjuk az felvet kérdéseket. Bezártam volna a macskát a... konyhába? Sajnos ez elképzelhető maximálisan, de nagy része a macskát hibáztatom, értem. Szia Kamilla, szémi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Hát ha esetleg a budit arrébb rakom,
Akkor itt is elmehetünk balra. Jó, legyen az. Budi, gyere velem. Tudom, most sokan mennek oda, majd mennek máshova. I don't know what to tell you. És akkor... Valahogy így. Így. És ezt tudják ott használni? Jó, ez így, nekem ez így tetszik. És itt jöjjön el akkor egy ilyen ösvény, ami elvezet a wetlandshez, és valahol ezt amúgy, valahogy ezt így jelölni is szeretném. Tehát annak az ösvénynek, annak más lesz a textúrája, mint az eddigieknek. Wetlandshez, hát, ez a Lodgewood illik leginkább. Lengths az kettes, width, hát amúgy nagy-nagynak kéne lennie. Az abban ez ilyen túl egyenletes. Meg nehogy ezekkel összeérjem. Hexagon stone, wooden path. Ez mégis lehet. El tudom én itt vinni. Aha. Kicsit csálé lesz, tehát annyi baj legyen. Jó, ide megjöttünk, és akkor annyi kell még, hogy itt a ezt valahogy el kéne rejteni. Nem tudom, erre van valami jó megoldás. Macska semmiről sem tett. A macska belopózik a konyhába, úgyhogy nem veszem észre, hogy belopózott a konyhába. Úgyhogy cut the crap, mindenről ő tehet. Willingly és knowingly bemegy a konyhába. A utilities kéne elfednem valamivel. Igen, ez amit kérdeztél, Csernai, ez a úgy hívják egyébként, hogy walkthrough exhibit, és akkor így átérhet a sétálni, automatikusan ösvényen jön, és például ide lehet berakni mindenfajta fantasztikus állatokat. Miért kell ezt olyan felkorán te? Na, érted a kérdést, remélem. Construction blueprints. Itt talán találunk, nézzük meg ezeket az európaiakat, mert hogy értitek. Custom vet 01. Szóval jól néz ki ez a bicikli mellette. De várjál, nem, tehát hogy én elvileg kaptam új épületeket. Hol vannak az új épületeim? Summer. Ez nem az. Ja, még nem fejlesztettem ki. Ó, hát sajnálom. Erről elfeledkeztem. Tehát igen. Itt van, hogy Mechanic Research, és akkor ki kell fejlesztenem a Európa épület. Ott vannak-e? Jó. És akkor itt... Na most olyat fogok csinálni, hogy le fogjuk mélyíteni. A kapibarák egyébként az a fun fact velük, hogy nem egyedül élnek. Vagyis két lehetőségünk van. A kapibarák szeretnek, ugye elfogadják az embert, lehet 20 kapibaránk. Srácok, 20 kapibaránk lehet. Ez az álom. Bécsi állatkertben is látom kapibarákat, annyira chillek voltak. Szóval bemehetnek az emberek a habitatjukba, vagy összehő őket másokkal. Tehát például a Bert Stepirral ők így nagyon jól chillelni tudnak. Viszont a Bert Stepir, az oda nem mehetnek be emberek a kifutójukba. Hol van kapibara? Kérem vissza. A másik, amivel ők együtt tudnak élni, az a galapágoszi óriás teknős, ami szerintem a világ legjobb buddy comedy-e lenne. De... És oda meg bemehetnek ezek is. Az érdekel, hogy ez galapagoszi óriás teknős, ami itt van. Ezek azok? Nem, ezek aldabrai óriás teknősök. Tehát akkor elvileg csináltunk egy kifutót, ami át tud menni boldog-boldogtalan. Van benne 20 kapibara, és vannak benne galapagoszi óriás teknősök. Ez pretty mókásnak hangzik szerintem. Ja, ott értem, hogy ezt le akarom rejteni, csak nem tudom még. Oké, akkor... Elrejtem.
Tehát, hogy make no mistake. Az a nagyon jó ebben a játékban, és egyszerűen nagyon rossz is ebben a játékban, hogy itt konkrétan el tudnék tölteni egész streameket azzal, hogy egy házat építek. És nobody got time for that. Sajnos. De ha egyszer teljesen lassú streamer leszek, akkor minden héten lesz két stream. Két ilyen stream. Tudjátok, hogy meg lehet már ezt is csinálni? Te durva. Na, el van rejtve. Örülsz? Örültök? Nem szórakoztok tán jól? Így. Nagyon specifikusan. Mi van mögött a fal mögött? Semmi. Ne, így foglalkozz vele. Ez nem átkett építős játék? Ne építsünk egy házat, please. Very funny. A technősök ijesztőek. Elindítom az időt, mert közben... Nem indítom el. Most van indítva az idő. Közben járkáljanak csak az emberek, és legyenek boldogak, és sokasodjanak. Mint a bibliai állatok. Tehát amit akarok, az egy olyan habitat, ahol át lehet sétálni. Mondjuk itt lehetne egy ilyen. De egy olyan is, ami le van süllyesztve. Tehát nem kell, hogy a kettő ugyanaz legyen. De majd kell egy olyan habitat is, ami le van süllyesztve. És akkor így fentről lehet lenézni. Mondjuk a krokodilusok ott lakhatnának. Jó, de szar idő leszel megint. Amúgy van az animatrédimumos kapibara? Aha, mondjuk ez pont nem érdekel. Eladtam pár vombatot, don't worry about it. Ennyit csináltam, amikor múltkor beléptem. Semmi nemesített vombatot nem adtam el, de eladtam vombatokat. Market. Oh. Te jössz például. Juanita. Vagy ne? Mármint lehet, hogy még korai? Nem, őt megveszem, csak 300 dollárba kerül. Nem tudom, öregszenek ezek az állatok. Lehet, hogy Peggy tudja, vagy valaki, aki szokott ezzel játszani. Hogy öregszenek ezek az állatok, akik be vannak rakva a Trade Centerbe. Viszont mindenképpen vennünk kell majd ilyet is. Ilyen leaf pontokért. Például ő így viszonylag jó. De majd venni kell egy fiúkát is, mert különben ez nem fog összeállni. Ott van egy, Rafael. De ezeket át fogjuk majd nevezni, ne aggódjatok. Láttam, hogy váltottatok ki neveket, úgyhogy azokat a neveket meg fogják kapni ezek a szerencsétlen. Mármint ők. Segít nekünk Jézus Krisztus, vagy kicsoda. A mennyeknek az ura azzal, hogy a vetlenzet kialakítsuk. Ezzel, hogy itt vetlencedik. Ugye a vetlenced úgy kell megcsinálni, hogy igazából rough terén roughen terén, és utána meg így tudom, fel kell tölteni vízzel. Gondolom. Nem néztem utána feltétlenül ennek. Lehet ezt le kell süllyeszteni azért egy picit. Tehát néztem és beállítottam RTS2, RTS-hez néhány napi bevezetett dedikált szervereket. A Steamben egy ingyenes segédprogramban lehet ezt megtenni, egy YouTube videót néztem, amely ezzel kapcsolatban tutoriál. Az érdekes az, hogy a dedikált szerver segédprogram futás alatt él, csak a létrehozott szerver. RTS2-n és RTS-nél is külön-külön, így meg szerintem a hostolt szerver menet nem sok értelme van, mert azért nem fogok háttérben futani egy programot, hogy más játékos tudjon a létrehozott szervereken kamionozni. De ez nem az a lényeg, hogy csak akkor, amikor te játszol, akkor létrehozz egy, tehát akkor tudj játszani gond nélkül, megzavarás nélkül.
Nulla fertility-e volt az állatnak? What? First deal of the history of trade deals. Ezt írja? Komolyan? Fertility 100. De csak az egyik lánynak nulla a fertility-e. A másik fiúnak meg a másik lánynak meg tök magas. Mármint Rafaelnek tök magas, Juanita not so much, de ezzel már tudunk kezdeni dolgokat. Ez a kedvenc VIP emberem, két négyzet. Most meg kell várni, míg ki világszik. Melyik a flashlight? F? V? Ó, most már havazik is. Ja, nem egyszerű. Nem egyszerű az élet. Nem tudom, hogy azonnal bevezessem-e a kifutóba az utat, vagy legyen egy olyan rész, ami rendesen leágazik. Grizzlykről kikutattunk dolgokat. Ez tök jó. Good for them. Strip skunkokról is, ha már amúgy kutathatnánk, meg nem tudom. Mondjuk az, hogy már szerintem itt a vészhelyzet megszűnt, azzal azt jelenti, hogy szabadultak fel emberek, hogy ilyen mindenfajta fantasztikus betegségeket kutathassanak ki. Szia Gerapa, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Csináljuk úgy, hogy kötelező legyen átmenni a kapi barákon. Meg ezen a wetlands-es részem. Mondjuk ahhoz ez egy rendkívül széles ösvény. Én jobban szeretem az ilyen természetes ösvényeket akkor, amikor átmegy a habitaton, mint amilyen itt is van. Natural path marks a terrain with curb marks. Curb railings. Aha, legyen-e railing? Nem, elég a curb mark. És akkor jóval kisebbre kell, tehát nem tudom, ilyen 4 méteresre. És valahol itt kezdődik. És így át fogom kanyarítgatni. Mondjuk nem azt mondtam, hogy le kell mélyíteni az egészet egy kicsit. De. Akkor először kezdjük a mélyítéssel. Az jó, mert ilyen időjárási körülmények között ideális, sötétben meg shit ezt csinálni. Intenzitás az legyen alacsony, de a méret az legyen méretes. Oké, ötletem sincs most, mit csináltam ezzel, de biztos lejjebb ment valamivel. Transport rides unlocked. Ú, azt majd kell csinálni, mindenképpen. Na, sokkal lejjebb ment a minden is. Nem mondanám. Történik bármi. Aha, valami minimális történik. Akkor legyen kicsit magasabb az intenzitás, gondolom. Meg a méretet vegyük maxra. Az intenzitás még mindig lehetne intenzív. Hoppá! Na jó, most már látom, mi történik. Vagy lehetne csinálni itt egy olyat, ami viszont itt felmegy, és onnan néz le a kis állatokra. Meg az állatok körül lévő kevésbé állatokra. Mekkora hely kell vajon egy ilyen kapibarának? Valószínűleg sok, mert sokan lesznek. Ez lesz itt az ő részlegük. Lejjebb nem hiszem, hogy kell vinni. Most ha én azt mondom, hogy rough and the terrain.
Nagyon érdekes, érdekes dolgot csinál ez a maga módján. Igazából csak mélyítette. Mert azt akarom, hogyha berakok ilyen pocsolyákat, akkor azok így legyenek is, meg ne is. Értem? Jó, India. Már minden kész van, csak az európai nem akar kész lenni. Tehát például melyiket érdemes először, az utat, vagy a vizet? Vasszeg a... Még ezzel nem vagyok teljesen boldog. Viszont boldog vagyok a fényekkel, úgyhogy most le is pauzolom kicsit a játékot. Egy nagy teknőt képzeljétek el, és akkor ebbe fognak lakni a kapibarák, meg az óriás tekik. Most ha ebbe rakok vizet, akkor mi történik? No. Meddig leszünk? Nem tél. Aha, no. Mélyebbre kell mennünk. Az a baj, hogy most nem egyenletes a dolgok eloszlása. Tehát nem az, hogy alapból vannak kiemelkedések, meg betüremkedések. Pedig az lenne az ideális, talán hogyha a méretet kicsit kisebbre veszem. Tűzítés nagyobbra. Megy az idő? Megy az idő? Megy az idő. Azt hittem lepauzoltam, de aktuálisan nem. Sur, Tuvia, sur. Hát lehet, hogy itt konkrétan ténylegesen ki kell alakítanom magamnak dolgokat. Mert ez hülyén fog kinézni. És akkor most ezeket elkezdem feltölteni vízzel. Erről nem néztem tutoriált. Néztem pár tutoriált, de erről aktuálisan pont nem néztem tutoriált. Most ha ezután ezt én felnövelem. Sajnos ez nem működik. Hogy vízből nem lehet már kiemelni szigeteket. Ez amúgy már szinte jó. Csak igazából nem. Több zöld rész kell. Vagy több kiemelkedő rész kell. De egy ilyet szeretnék, hogy ilyen többé-kevésbé összefüggő legyen. Meg se nézem, hogy a kapibarák azok hogy szeretnek élni. Tehát 285 négyzetméteres kifutóra kell 70 négyzetméter víz. De nem kell mély víz. Ez azért érdekes, mert az tök sok. Ez azt jelenti, hogy a kifutóknak a negyede azért víz alatt kell, hogy legyen. És lehet több is, felteszem. Mondjuk így. Ez mindig sok, igaz? Még itt lehetne feljebb hozni. Meg hogyha erre rávezetek majd ösvényt, akkor mi fog történni? Meg annyi kérdésem van. Próbáljuk ki. Aha, nem tudok rávezetni, belevezetni. Akkor először az ösvényt kell végvezetnem, és utána jöhet a víz. De először ahhoz meg ki kell alakítani a mélységét dolgoknak. Nem, még kijönnek egy-két részek. Még itt talán lehetne egy ilyen gerinc. Jó, most nézzük meg a vizet. Nem, magasabbra. Akár. Akár. Szerintem mindig rossz helyre rakom. Nem mindig ugyanoda rakom vissza a vizet.
Én valahogy így. Na, half bads. Vagy valahogy azért így körbe kell ezt kerítésezni, csak úgy kéne körbe kerítésezni, hogy ne legyen annyira látványos. Vagy így elrejtjen a kerítéseket, na arra nem néztem, arra sem néztem. Elég sok mindenre nem néztem tutoriát. Mondjuk azt, hogy több mindenre nem néztem tutoriát, mint néztem, arra sem néztem, hogy ezt hogyan lehet megoldani. Hogy a kerítés az így legyen, és meg nem is. Na így, én valahogy így képzeltem el. Meg max még ide lehetne berakni egy vizet. Ez így jónak tűnik nekem. Akkor most jön az, hogy átvezetjük rajta az ösvényt. És akkor most itt csak így megnézem, hogy mi történik, hogyha ezen így átvezetem, és utána bevizezem. Ah, most már obstruktálva van. Akkor viszont úgy lesz, hogy lesz egy konkrétan egy kiemelt rész, ahol az ösvény haladni fog. Az is mélységben lesz, többé-kevésbé. Csak akkor viszont azt úgy kell megrajzolnom. Eleve. Szóval, hogy én így akarom. Végig kígyózik az ösvény. Na, ez hogy fogja lekezelni a motor? Őha. Ja, igen, látom, mi a probléma. Biztos úr. Erek, tudsz ilyen hítszerű ösvényt csinálni oszlopokra rakva? Én azt szeretném... Igen, tudok. Én azt szeretném, hogy... Azt hiszem, be lehet állítani itt valahol. Elevated length. Azt hiszem az. Meg ilyen... lépcsőket lehet felvezetni, de hogy én azt szeretném, hogy első körben menjenek a... Van valami gomb talán rá, amivel felfelé tudom elkezdeni vezetni? Szóval, hogy így úgy tűnjön, hogy így átmehet előtt a kapibara. Ez az álom. Viszont úgy látom, hogy ez nagyon hárklis lesz arra, hogy megy. Nagyon hárklis lesz rá. Ezt meg lehet csinálni egyébként, van egy ilyen chisel? Talán. Nem tudom, ez azt csinálja. Most mit mond az ösvény? Nem. És rövidebbre veszem? Akkor sem. Itt van egy ilyen, hogy... Ja, ez Q. Na, a Q-t nem használtam még ebben a játékban soha. Aha, itt ilyen kinövés jött, tök jó. Hát ez nem jó. Ez elvileg azt csinálja, nem? Hogy így laposítja. Meg shit. Amúgy nem, mert ott már így bementünk a föld alá. Oké.
Mihez növeli most ez meg ilyenkor? Szia Beth, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Lehet túl nagyot álmodtam. De amúgy nem álmodtam túl nagyot. Bután álltam hozzá. Tehát végig kellett volna húzni itt az ösvényt alapból. És aztán utána, flatten the foundation mondjuk. És ez örök kivonosáig csinálja? Aha. Szóval, és utána kellett volna lefarítsani a két oldaláról, mert akkor az ösvény meg akadályozni, hogy bármilyen más belenyúljak. Szia Lucifer, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. És megetszod a mozgatok izgalmas világával? Yes. Nagyon jó. Mindenkit bebételtem, hogy itt kapibarák lesznek látva, aztán én meg itt küzdök a domborzattal. Én ezt elfogadnám, hogyha én domborzat lennék. Yes, yes, very good! Gyerünk kicsi, mutasd meg! Na, itt már rendben leszünk. Jó, van. Krízis avertálva. Mondjuk ezt a homokot majd le kell cserélni valami kevésbé idegesítő dologra, de krízis avertálva, és akkor most csak remélni tudom, hogy a víz is rendesen playing ball. Így. Juhú! Hát ez egyszerűen fantasztikusan néz ki. Na nézzük, hogy néz ki a víz, hogyha beledobom még ebbe az egészbe. Obstruktálva. Fair enough. Fair enough. Igen, hogy e között meg e között miért nincsen, mondjuk értem. Persze én mindent értek. Hogyha lecsökkentem itt, és így itt visszanyomom, akkor már is jobb lesz, nem? Ezt itt feljebb, azt ott feljebb, és akkor most dobjuk be a vizet. Hát ezek ilyen nagyon... Nagyon meredekek. Én nem ilyennek képzeltem el a fejemben. Szia Jürgen, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Túl magasra ment az ösvény egyébként. Az egészet lecsökkentettem, de itt öntömettől. Szóval igazából fel is húzhatjuk. Kicsit feljebb az egész. Mondom, az egész. Tehát az lesz a legjobb, hogyha ez nem lesz most ilyen bemélyített, nagyon bemélyített dolog. Lesznek itt-ott kis tavacskák, de igazából így ennyi. Hát most ilyen tavacskát tudna lerakni. Kicsit underwhelming. Mondjuk ez itt, ez a rész. This one here, officer. Right this. Tehát ez itt egy viszonylag okés rész. Szépen kiegyenítem. És ez viszonylag színben is van. Imádni fogják itt a közlekedők, hogy ilyen nagyon egyenes a talaj, de minek mentek oda? Komolyan már. Majd megint be kell színezni egyébként az ösvényt. És akkor erre mondjuk ránőbok egy raffant. Hát ez ilyen tök fura dolgokat csinál, de abszolút nem azt, amit én szeretnék. Meg ezt, ezt igenis be kell valamennyire mélyíteni. Mondjuk itt lesz egy ilyen csatorna,
abból eljön erre. Így. Ezt meg tudjuk csinálni? Hát, már majdnem. Alakul. Nemrég én is újra kezdtem a Planet Zoo-t. Van egy bajom van, vagy nem tudom, de nem tudom megállni, hogy ne vegyek új DLC-ket az ujjátok miatt. Eddig csak egyet vettem, többet nem is akarok. Ismerős az érzés. Ma, ígérem, hogy ma még fogunk kapi barákat is látni. Nagyon jó lesz. Ez a Balázs garancia. Ami nem sokat ér, de hogy legalább van. Na, így, valahogy így. És akkor még majd ide jön egy másik. Ha majd nem azt írja, hogy obstruktálva. Hanem azt írja, hogy go ahead bro. This is a fantastic idea. Tehát ez lesz az első víz. Jó, itt ez határozottan nem tetszik. Kap már fejet, ez tesó. Ja, a fun story, amit el akartam mesélni, hogy tegnap rávettek a skacok, hogy Fortnite-ozzunk. És így be akarok lépni az Epic Store-ba. És az Epic Store-ba a belépés, az TF-be van kapcsolva, de mivel az Epic Store az egy shovelware és egy megbízhatatlan hely, ezért ami megvan adva e-mail cím, az freemail-es e-mail cím. Szóval a TF az a freemail-re megy. Sose menjen a TF a freemail-re, srácok. Ez a legrosszabb hiba, amit elkövettem valaha. Calculating. Mondom, nem elég nagyok a mélyedések. Ezt nem vajon fel tud mászni egy kapibarra? Én a kapibarra lennék, itt felmásznak. Olyan underwhelmingek ezek a pocsolyák. Mármint tavak! Kettem egy bev. És ne... mert hogy a freemail karbantartás alatt volt. De legalább megtudtam, hogy amint a freemail karbantartás ugye 30 másodpercig mondja, hogy karbantartás, aztán utána átjelenít az origóra, és megtudtam, hogy hatalmas csöcsű top modell megmutatta mindenét, hogy támogassa Brazíliát, vagy valami ilyesmi. Így. Meg így. Ez nem half bad szerintem. Mindjárt mondom, Beth, várjál! Úgy hiszem, ez egy fontos kérdés lesz. Fontos lesz, hogy mit válaszolok. Jövő szempontjából. De ennyi víz kevés lesz a kapiknak, nem? Mert a negyede víz alatt kell, hogy legyen a habitátjuknak. Mondjuk azt mondjuk, amikor tudom még így bővíteni. Mondjuk erre felé. Most ide berakom a vizet. Tudod mit, legyen nekik elég. Nem kívánságműsor. Örüljenek, hogy itt lehetnek. Igen, na ez már konkrétan csak egy pocsolya. Jó, meg kell rajzolnom a határokat. És jó lesz. Ja, hogy nem az origós csökre gondolta, hogy tetszette. Egyébként nem tetszett. De ettől függetlenül. Tetszette a Fortnite. Állásponton vagyok, hogy haverokkal minden mókás tud lenni. Including but not limited to Fortnite. It was fine.
Nagyon hatott az érzékszerveimre, az nyilvánvaló volt, hogy itt most az összes érzékszervem meg lesz. Szóval. Egyszerre csilingelt 80 millió dolog a fülemben, hogy ezt is kioldottad, azt is megnyerted, te vagy a legszuperebb. És én meg így, oké, thank you. De közben meg ugye nem dobott be még, ugye még friss account volt, nem dobott be még a rendes playerek ellen, hanem botok ellen mókáztunk. És játszottunk vagy két meccset. De, sure, el lehet vele lenni. Látom benne, hogy mit látnak benne emberek. Ezt majd Knights of Honor 2, nem kaptam hozzá kulcsot, és azt mondják, hogy nem is túl jó. Úgyhogy ez a válaszod. Egyébként mi a helyzet, Coleman? Tök jó, hogy itt vagy. Valahogy így gondoltam én. Nézzük meg, hogy ez mennyi egyébként. Mekkora ennek a... területe. Nem kell, a kapi barátnak nem kell nagy megoldás. Ugye annyi kell nekik, hogy... kétszer, igen, 70, igen, grade 2 és 1.25-nél magasabb. Grade 2. Ezt hol is kéne látnom? Ja, kapuknál nem. Grade 1 a hedge. Electric az 6-os. Chaining az 2-es, de az olyan csúnya. A vörös tégla az szép, csak nem annyira élik szerintem ide. Szerencsére a woodlog az 3-as. Legyen a woodlog. Ha kizsárad lennék, lagnám. Ó, köszönöm. Szép boly lehet, és mi helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Melyiket kell először lerakni, a kaput, vagy a... guest gate. Yes. Aha. No. Oké. Okay. Azt hitted, majd így izé lesz. Baj ebből, de nem. Aktuálisan megoldom. Ahogy mindig megoldom. Igen, ott tessék bepattogni. Hát ez a bukkanó, ez itt kifejezetten szép. De hogy nézzétek itt, ha. Már érzel is a kapibarák illatát innen. Tök jó. Szeretném megköszönni, hogy a videón keresztül megtanítottál az EU4 rejtelmeire. Következőben már csak azt kell megtanulni, hogy kell időben kikapcsolni és lefeküdni emberi időben. Yes. Hát az a legnehezebb részeként ennek a játéknak, szerintem. Úgyhogy sok sikert hozzá. Most csak csinálok egy ilyen barriert, és akkor majd kiszépítjük meg minden. Ez lehet nyugodtan hosszabb, tehát nyugodtan lehet hosszabb. Jó kis kör alakú, egy szokják. Kapibara állatok. Amúgy teljesen indokatlan volt, lett ez ilyen magas. De most már nem fogom átállítani. De várjátok, ezt meg tudjuk csinálni. Hogy ne egy átlag magasságot nézzen, hanem a talajhoz képest. Height snap. Set the height movement to increase the specific values. Snapture adjacent. Nem. Height labels. Nem. Hol kezd beállítani? Height mode. Flat top. Unadulting. Post length remain constant above ground level. Ez az? És akkor mindig ugyanakkor a magas lesz? Lehet, nincs olyan más feles, és akkor át lehet felette látni. Pár bok a ficam lesz azért itt. Mondanám, hogy ez nem az én problémám, de aktuálisan az én problémám lesz, amit beperelnek miatta. Szóval... mondasz valamit. Na ezt majd fixáljuk postban. Most jó lesz ez így. Egyelőre ez nem az álmaim kapibara kifutója, de alakul. Most egy olyan embert kérdezel, aki azzal kezdte a streamet, hogy fél egyig játszott.
láttam, ki lehetett az ember. Amúgy meg, fucking Fortnite a hibás. Olvastam az interneten is, hogy ő a hibás mindenért. A szülők beperelték Angliában a Fortnite-ot, mert a gyerek azzal játszik. És... Amúgy jogos, tehát hogy nem akarom én itt elzélni, nyilvánvalóan úgy van engineerelve az egész fucking Fortnite, hogy te ott játsszál vele, és ne akarják kilépni soha az életben sem. De rögen, megoszlak a felelősség. A nikotin is káros. Nem is adunk vele mondjuk gyerekeknek. Ez egy másik kérdés. El kell mennem kávéért majd így 10:30 körül. Valaki szól. Vagy ha én most izé streamer lennék ilyen, tudjátok, ilyen pénzhajház, akkor mondanám, hogy vele ki valaki egy kávéra, majd így 10:30 körül? Amúgy. Na mindjárt jöhetnek a kapibarák egyébként. A highlight of the day. Az kapibarák képében fog érkezni. De fura lettél. Nem azért mondtam. De azért köszönöm Zolcsi a csírt, nagyon király vagy, egy kávéra. Valahol kijön belőle egy kávé. Nem itt, de... Jaj, de viccesek vagytok már közönte és Beth. Készenetek a kapibaringra? Ja, és várjátok, akkor innen be lehet majd vinni a kapibarákat. De jó. Most várjál, még le kell nem tudunk lerakni erdőket, mert nem tudjuk, hogy milyen erdőket szeretnek. Kaki. Akkor... tudjátok, mire lenne szüksége ennek a játéknak? Egy... pipettára. Mert nem tudom, ez például milyen volt. Ide kell nekünk egy bejárat. Ez a habitat vajon mekkora lett? Ezt nem is néztem. Ugye megnézem, csak építek egy bejáratot. Ez gate... nem. Wooden habitat gate, yes. Very much indeed. Jó. Mekkora ez a habitat? Ha. De amúgy jó, 4200 négyzetméter, és akkor abból 1100 négyzetméter, az pont a negyede a water area. És akkor azt néztük, hogy az, amit néztünk itt, az ugye egy darab kapibara. De guess what? 20 darab kapibaránk lehet. Szóval 20 kapibaránnak már kell 1200 négyzetméter, és 300 víz. De hogy az arányok azok pont jók. Plusz itt van ez a Giant... mi volt az? Giant... Galapagos Giant Tortoise. Ennek meg... hát ennek nem kell sok hely egyébként, az jó, az igaz. És ezek együtt tudnak élni négyen. Oké. Okay. Ami azt mondja nekem, hogy ez egy tökéletes kapibara kifutó. Fejtsd csak is Shaken Express-ről, hogy elkívlak. Köszi szépen. Szeretem a fehér csokit aktuálisan, szóval... It's good. Miért nem forogsz? Ja, X. Azért nem. Ezt majd egyszer szépen meg fogom csinálni. De az nem most lesz. Most csak így. Így és így. Csak hogy elrejtsem a kíváncsi látogatók elől ezt a részt. Készen álltok-e akkor a kapibaráknak a behívására? Kapibarák! Téged választ, titeket választalak. Van új kapibara?
Van egy rakás új kapibar. Ezek hol voltak az előbb? Te is kell lesz. Meg te is kell lesz. Meg te is kell lesz. Sziakölt, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Ezek mind kellenek. És akkor az összes kapibarát szeretném, hogy... Szentuzú! Mi a bajod? Ja! Ja, jó, oké, csak nagyon sok egy gondolkozott, hogy akkor mi legyen. De most akkor elküldjük őket az állatkertbe oda. És amint megérkeznek, elkezdjük... megnézzük, hogy milyen növényeket szeretnek ők. Ah, nyilván jön a hó. Most az a kérdés, hogy ezek a kapibarák hogy érzik magukat? Jó, valószínűleg melegben. Szóval fel kell melegíteni. 13-42 fok, fel kell melegíteni a habitatjukat. Kapibara még itt nincsen? Kutatási lehetőség? Még nincs. Oké. Okay. Akkor... az hol is van? Constructionben van. Nem, habitatban van. Heater. Kicsit ezeket így elrejtjük majd. Ó, hát mondjuk ez jó lenne, hogyha így jelezné, hogy hova, meg hogy mint. Na, elkezdte felmelegíteni. Jó. Majd ha igazából nem fogom lefedni az egészet a fáznak, menjenek oda, ahol meleg van, basszus. Legyenek már kicsit önállóak, mint a macskák. Tessék. Remélem mindenki boldog. És érkeznek a kapibarák! Are you ready? Oh, hogy ülökettem? Várj! Véletlenül behoznunk egy rakunt is. Várjál, srác! Te menj vissza, Léci, Jacob. Te nem vagy itt jó helyen. Te aktuálisan itt laksz. Véletlenül Jacobot is, hogy nézd, Jacob, hogy what the fuck am I doing with these guys? Egymás után érkezik a kapibarák. Nem marad a rakun, mert neki az rossz lesz alapvetően. Na, hogy érzitek magatokat, kedves kapibarák, hogy így mizu, mit változtassak? Nincsen hard shelterük. Vajon ők be tudnak menni a főd alá? Nagyon kevés a short grass, jó. Kevés a soil, sok a snow. Az a snow, az gond lesz. Az a snow, az gond lesz aktuálisan. De ezeket mit tudnám állítani, ezeket a cuccokat? Várjál, ezt hogy is tudom megtalálni? Van valamilyen kijelöléses tool. Itt van. Ott van. Ennek elvileg lehet állítani a heaternek a dolgait, nem? Akkor csak törlöm. És lerakom még egyszer. Jaj, nem úgy... Na, tessék, most már remélem mindenki boldog lesz. Szia GK-mi, ezért tök jó, hogy itt vagy. Várépítők, mint a hódok. Akkor ők nem mennek be a főd alá. Na nézzük, hogy ha beírom egy kapibara, akkor mi történik.
Nagyon cuki angyaik vannak egyébként, hogy pürrögnek meg csurmognak már. Igen, nem burrowban élnek. Akkor viszont kell nekik hard sheltert építeni, vagy lerakni egy ilyet. De ez nem autentikus. Come on, guys. Ennél tudunk jobbat is. De hogy tudunk-e jobbat ennél? Nem feltétlenül. És ha besüllyesztem, és akkor csak így van. Csak így. Ez olyan elég nekik? Biztos, hogy nem. De ez qualifier-e, mint hard shelter. Aha! Jó, kiváló. Akkor csak a többi hiányzik. Úgyhogy sokkal több rövid fű kell nekik. Kapi mama és kapi baba. Hogy mennek egy rendes lakhatás, a landlord. Lakhatás nem jog, mondanám, ha igazán landlord lennék. Nem látjátok amúgy, bocsánat, kitakarom itt az én ezzel az egésszel itt az igazán fontos dolgokat, de annyira nem is fontos, lássuk be, mint ez. Szóval a money maker. Shortgrass, itt is shortgrass, oda is, amoda is. Mindenhova is shortgrass. Most már jó? Ahogy se, semmit nem számított. Well. Jaj, nem. Hogy lehet újra? Bocs, hogy töröltem a hard shelter-eteket. Nem volt purposzosan. Ez lesz itt a füves rész. A rövid füves rész, a másik oldala, meg a hosszú füves rész. How about that? Még mindig nem elég? Jesus fucking Christ. Ja, az emberben van hóval havaszva? Mert az ilyenkor hónak kvalifájol, nem pedig fűnek. Lehet a hó, which is nice. És meg is elkezdtek az első látogatók. Jaj, ott nézzük a kapiba, én is így néztem a kapibarákat. Azok is pont így be voltak, össze voltak gubozva az egyik ilyen shelter-szerűségben. Mert esett az eső. Legjobb. Még annyi, hogy itt esetleg le lehet venni kis. Nem tudom, hosszú fű legyen, rövid fű legyen. Rövid fűben jobban látszódnak. Oh, hát GK. When it rains it pours. Na, hey, hello, mi van? Na már. Gyerekek, ezt már szinte megoldottuk ezt a problémát. Most megint tele van szarva a kifutó. Miért? Miért teszel ilyet? Vagy miért teszek ilyet? Olyan szép volt a streamerén az a kifutó. Most megint tele, azt kell nézni, hogy tele van szarva. Istenem. Igen, this is risk, tudom. Barázsd igazi kapi barát. Igyekszik az ember. Miért lesz olyan rossz ez a nap, te GK? Hát egy szombat van, ahol ráadásul meccs is, meccsnap is, szóval I don't know what to tell you. De hogy örül már? Nem olyan important az alert, hagyjál békén. Jó, ez a része rendben van. Environment, a coverage az nagyon magas lehet. Hál' Istennek végre egy állat, aki nem hisztizik, hogy fákat rakok a fucking természetbe. Mit szerettek ti? Trópusit fogok lerakni, mert a
mert a tekik, akik szintén ide jönnek, ők csak a trópusit szeretik. Szóval ezzel így díleljetek, léci. És kezdjük ezzel. Ilyet tudnék ide rakni. Hülyén néznek ki, de tudnék ide rakni. Ilyen indát. Nos, egy egyenes? Nem. De most már... Az majdnem az. Come on. Oké, ez nem az, amit én akartam elérni. Most nem mentettem, mert nem mentem rá az okéra. Jó? Akkor nem fontos. Úristen, miért jöttem rá erre a kapibarára? Szóval, nem fontos. Meg vagyok inda nélkül is. Mézeskeres bemutató sokkal jobb, mint a meccs. Lehet, de ez nem opció itt. Also, nekem van mézeskeres illatú tusfürdő, most kaptam a Mikulástól. Akkor most én ismertek bemutatóra? Ja, van elve... Ó, tényleg van elnevezősdi. Ja, akkor most elkezdem elnevezni a kapibarákat. Ő tudja. Aztán van nekünk egy... a horvat. Hogyha amúgy szeretnétek, hogy tehát mindenképpen a neveteket kell, hogy adjam ezeknek az állatoknak, de lehet az, hogy mondjuk Dave Grazer mondhatja, hogy akkor legyen neki Dave, csak simán. Vagy hogy azt mondja Laron, hogy neki legyen Jenő, mert őt így hívják a valóságban. Fun fact. Nem. Exakúrát kihagytam. Nem baj, megbocsájt. Koalaman. Mézeskácsi a tudós fürdő? Yes. Ilyen saját márkás tusfürdője a Rossmannak talán. Ez az Isana, valami ilyesmi. És karácsonyinak van eladva, de aktuálisan mézes karácsi illatú. Én jegesebb akarok lenni. Sajnálom. Nem lehet kataflammal kapiparám? Nem. Eskü úgy hívnak ilyenre. Múltkor már lebuktál, vagy nem, úgyhogy nem. Visszatérve a növényekre. Ugye a növényekről indultunk ki. Lerakhatunk ilyen water lily style cuccokat is. Én szeretnék, őszinte leszek, ilyet. Ilyet, meg egy ilyet is. Meg ilyen szép nagyot. De valaki tűnek azt, hogy ez mi a tökömért lebeg. I mean, come on, vízszint. És ezt nem is lehet állítani. Így lehet állítani? Ah, úgy is lehet. De hogy miért nekem kell beállítani? Így. A második nevem. A jelges végig az Isana termékek kb. 90%-ára. Az jó, mert ezt a streamet nem támogat az Isana, úgyhogy nyugodtan bemutatom, hogy energiásnak lehet lenni.
Kellenek ilyen nagy dolgok is. Úgynevezett fák. De nem pálma, hanem ilyen... Ezek inkább ilyen dzsungeles népek, ezek az őserd, ezek a kapibarák, nem? Fig tree... not sure... Weeping Willow. Na, én ilyenekkel képzelem el őket. Hogy ilyenekkel chillelnek. Ja, hogy Align to Water-t kellene beállítani, nem Align to Surface-t. Valószínűleg, és akkor jó lett volna. Oh, well. Oké, okay, szóval egy olyat szeretnék. Align to Surface. Oké, okay, cool. És most meg le, és akkor most elvileg függőlegesen áll a fucking fa. Hát igen. Vagy nem. Akkor a Light to Surface, I guess. Ahogy ez olyan csicskán állnak itt. Mi ez? Oké. Okay. Van hasonló, csak kisebben. Vagy másik típusú, szerencsére van. Meg van egy ilyen is. Ha támogatnál, nem mondanád be, hazudnál nekünk? Yes. Mármint mi? Ez két különböző kérdés. Mármint mi? Persze, hogy hazudnék. Mármint nem, soha, én. Biztos, hogy nem. Jó, az a hűszfel szoktak úgy nőni. De ne szokjanak már! Még az úgy kéne meg... filterelni, hogy csak Dél-Amerika. Jó, az a fa, amit most használtam, az így azonnal kiesett a dologból. Én aljnövényzetet szeretnék én. Mangrove. A mangrovének az lényege, hogy az így vízben nő, nem? Kapibora vagy vízidisznó, vagy úszó disznó megtalálható Dél-Amerika őserdeiben, a folyók és tavak partvidékét, illetve mocsas területeket kedveli. Látszik rajta. Ránézel, már tudod, hogy ő kedveli alapvetően. Jézus. Ez aztán egy fa. Szóval ilyen aljnövényzet azért nincs is. Vannak kövek. Kösz. Annyira szarul néz ki az összes kifutóm.
textúrát próbálok kezelni neki, hogy a... Oh, hello. Oké, hát akkor te ott leszel, gondolom. Az, aki az ott marad, jó? Így akartam. Az tartja össze a szobát. Szóval ajnövényzet... Mindig az mondja legnehezebben nekem. Ilyen busokat kell lerakosgatni, gondolom, mindenhova. Ezt Jézus körül fogom ott hívni, mert Jézusról sok mindent tudunk. De azt nem, hogy repült volna valaha. Úgyhogy ez most repül. Hát nem tudom, mennyire van benne a mechanika. De hogyha kifejlesztjük majd azt, hogy így tudunk róluk dolgokat, akkor szerintem tudunk majd ilyen cuccokat széthagyni nekik. Mint faágak. Most egyelőre, ami van, és ilyen kapibara specifikus, az nem túl sok. Mondjuk kaját azt kaphatnának, ettől függetlenül. Melon feeder, az mondjuk jól hangzik. Itató. Nem tudom, milyen beddingek kellene nekik egyébként. Leraktam párat. Na, hogy érzitek magatok, a kedves kapik? És akkor majd ide kell egy ilyen információs tábla is. Na, ez tökéletes. Én pont ezt szerettem volna. Would you look at that good girl, vagy boy? Te ki vagy egyébként? Antonio, neki pont nincsen neve. Az Antonio kivételével. Would you look at it? Kataflam. Úgy néz ki, mint egy kataflam szerinted? Rokkolja a nevet, a kataflam nevet? Hát tényleg, mint egy nagy tengeri malac. Csinálj már valami érdekeset. Come on, már mint cuki vagy minden, de... Akarsz megindulni? Fél 11-et utott az óra, a kávét kíván a streamer gyomra. De hogy mennyire igazad van neked? Köszönöm szépen a figyelmeztetést. Akkor itt hagyok titeket kataflammal. Kettem itt kezd rá illeni a név. Hozok egy kávét, és aztán még folytatjuk kb. Délig ezt a nagyon izgalmas építkezést. Behozzuk ide a tortóizókat is. Ez a következő lesz. Hoppá. Oké, okay. Ne fulladj meg kataflam, amíg vissza nem jövök.
Viszú. Na hát ez se pusztult még el, örülök. Ez micsoda? Cinematic? What the fuck that's supposed to mean? Ez a cinematic kamera? És ez mitől cinematic, hogy nem látszik az állat? Jó, mondjuk nehéz egy kapibarát cinematikusan filmezni. De megpróbálni meg lehetne. Szerintem nagyon chillek. Szerintem ők elégedettek alapvetően az életükkel. Vombatokkal kell majd kezdeni valamit. Jönnek ide az emberek, amúgy. Lehet, hogy Jézus szikla is kicsit vonzza őket, de alapvetően szerintem a kapibarák lesznek azok, akik az elsődleges célpontjai. Na, van már is az európai tím elkészült az első szintje. Akkor vannak új blueprintek. Filter. Team. Ez teamnek számít? Aha. Jó, hát Chloe-nak Sanyi. Hogy vannak a vombatjaink? Érik életüket, meg világokat. Van-e ott, ahol sok a vombat? Onnan, ahol ki lehetne költözhetni párat? Itt négy vombat van. Az egyik azok közül várandós. Nevesített vombatokat nem küldtök ki. Nem küldök haza sajnos, úgyhogy mindenki marad itt. Kicsit feszültség, meg shit, de... deal with it. Itt két vombat van, ez tökéletes. Kajájuk mondjuk nincs, azon én változtatnék. És itt is két vombat. Jó. Ki adja a kajákat nekik? Nem kell abból több embert felvennem. Steph. A keeperek adják a kaját, igaz? Lehet nem. Hát lehozunk még két edukátot. Jön majd egy patch, azt hiszem 13-án jön az is, és ott képzeljétek el, be lehet majd olyat állítani, hogy ilyen vezetett túra. Szia, Tarlod, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Szóval vezetett túrát tudunk beállítani, és akkor így el tudjuk vinni olyan helyekre is az embereket, ahol amúgy nincsenek. Pedig lehetnének, mert kiadják a móka felét. Ugye itt vannak a grizzlik, őnekik így alapvetően nagyon jó. Kialakítottam ezt a habitatot, és azt ígértem... És elvileg itt vannak a grizzlik, most nem látom az egyiket sem. A taszonok bent. Jó, hogy összevesztek. Az már biztos. Szóval azt ígértem, hogy... hogy hozok be tekiket. Igaz? Mert ők együtt tudnak élni a kapibarákkal, és nagyon jó haverok. Úgyhogy az állatközpontba, vagyis lesz az Zoopedia, és akkor innen hozzuk be a... Nem is Mangusz lesz, hanem Prédi kutya. Szóval Common, nem Common, hanem Giant. Kéne amúgy ilyeneket is, ilyen bogarakat, meg hasonlókat is most már egy olyan részt csinálni, ahol ezeket lehet megnézni. Például ez a walkthrough, akármicsoda, ez így jó, csak az a baj, hogy az kívülről kell valahogy így megcsinálni, hogy rendesen kinézzem. Arra meg... hát arra meg tényleg kreativitást kéne. Hol van a Giant? Nem is így, Galapagos Giant Tortoise. Igen, ez kell nekem, ő szerencsére nagyon-nagyon minimális igényekkel rendelkezik, és akkor azt hiszem négyen lakhatnak együtt. 42 éves, Jesus. Hát akkor egy van összesen eddig.
De őt be tudjuk dobni. Azt hiszem egyedül is elélnek ezek az állatok, nem? Egy kötőjel négy. Jó, ha lesz, akkor majd még hozunk. Most egyelőre akkor ezt vigyük be oda. Egy ezresre lehetne venni még Ricardo névem egyet. Nem fontos. Yes. Ki kéne ezt világítani? Biztos, hogy ki kéne táblázni. Azt tuti. Ilyen education cuccot le lehetne rakni. Defense facility, guest facilities, education. Hol van education? Vagy a staff? Nem. Ez az. Ez. Egy ilyen education board. És akkor az nem zavar senkit. Meg hát természetesen... A pénz helyett. Hogy oda kell dobálni a pénzt. Igen, ide szeretnénk kapni pénzt. Hogy a... Ne halljanak ilyen ezek a kis cuki állatok. Nem mondom, hogy ilyen fognak halni egyébként, de jobb félni, mint megijedni, vagy ami ilyesmi. Ugye olyan helyekre kell rakni ezeket, ahol megáll sok ember. Kicsit útban van, de hát ha nem bukik fel benne, akkor mi értelme az egésznek, ugye? És ezt pedig beállítom, hogy... Ah, sikerült valami küldetés. Breed habitat species. 1000 forint. Cool. Megérkezett a új állat. Hol van? Ott van. De szép! Miguel! Akar valaki teknős lenni? Leáron tudom, hogy nem akar teknős lenni, de akar-e valaki teknős lenni? Jó, ezt kirakjuk akkor, hogy... Not in ideal temperature. Várj, miért? Ó, nem mondod, hogy pont a Weeping Willow-k nem tetszenek neked. De azok a legszebb fák, és piece of shit kapibara. Aj, öcsém, pedig annyira jól néztek ki. Biztos vagyok benne egyébként, hogy nekem hazudik ez a játék. Nem a játék, hanem a promóciós anyagok. Mert olyan dolgok vannak benne, amik nem működnek a játékban. Oké, GK, mindjárt, köszi. Hol van a hőmérsékleti problémák? Azok hol vannak? Már kaptam kávét, vagyis már hoztam kávét, Lortripic, köszi szépen. Túl meleg van? Lehet, hogy túl meleg van aktuálisan. -13:42. Hát nem tudom. Abban 45-ig mérjük. Szia, Aren, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Jó, akkor a Weeping Willow-tól mind meg kell szabadulni. Király, pedig nagyon jól nézett ki. Oké, akkor nézzünk egy másik fát. De érted, nem szól róla előre, hogy figyelj, tesó, az egy dolog, hogy a trópusi fák kellenek nekik, vagy trópusi növények, de hogy az sem mindegy ám, hogy milyen. Hanem csak a... Ó! Oh. Oké. Hanem csak az jó, ami az egy dolog, hogy trópusi, de még a megfelelő kontinensről is származó, mert ő rájön. A kapibara tudja, a kapibara nem hülye. Te vagy a hülye, hogy kapibarát hoztál az állatkertbe.
Na, igen, akkor az van, hogy akkor ez itt a GK, igaz? Pontosabban... Green Techie. Te vagy az ének a... Ádámnak a... Ádinak... Ádámnak a haverja? Teki? Igen, Teki, és van-e talán még egy kapibaránk, ami nincs elnevezve? Antonio! Na, az lesz Aren. Lehetek rövös panda? Nem. Nincs vörös pandánk. Úgyhogy nem. Ja, bocs, erről elfeledkeztem. Meg még azért le kell rakni fágat, mert ez elég keservesen néz így ki. Wimbotree. Ezek jó nagyok ahhoz képest, hogy azt írja, hogy nem akkora nagyok. Pedig hát eléggé jelentős méretűek. Vannak itt Dél-Amerikában olyan fák, amik nem 8000 méter magasak? Mert akkor szeretnék szeretném jelezni az igényemet rájuk. Ez véletlenül sem áll egyenesen. Lucifer! Jó, neked is keresek egy... Mondjuk egyszerűbb úgy keresni. Hogy így. Nincs már szabad állatunk. Na majd ha születik, akkor az te leszel, de szerintem van. Van 7 kapibaránk és nem látjuk mindet. Milyen állat kellett ez vörös panda nélkül? Építés alatt álló! De nézd meg, ez a fa is, Jézusom! De ez a kisméretű verziója. Kemények ezek a brazilos erdők. Milyen kár lenne, hogyha valaki kivágna az összeset a kicibe. A vilóval sok jobban nézett ki. Szomorú fűzzel. Sajnálom. De ez az igazság, és hallanotok kell. Jó, legyen. Most már boldogok vagyunk, Mr. Kapibarák? Na te tólasz mondja. Nem se kell jön az új kis kapibara, mert Dave Crazer elkezdett terhes lenni. Temperature. Animal is too cold. Shit, son. Tehát, hogy még csak nem is az, hogy túl meleg, hanem túl hideg. Mhm. Akkor csináljunk egy olyat. Rakjunk még pár hítert, például ide. Ja, de nem úgy. Nem bután. Hanem okosna. Úgy. Meg... Hát még ide is megy. Meg fognak gyulladni egyébként az emberek. De mirek mentek oda? Hogy lehet állítani ennek a rádiuszát? Mert így mondtátok, hogy lehet állítani, és én is úgy emlékszem, hogy lehet állítani, de rohadtul nem lehet állítani. Legalábbis itt, és hogyha belekattintok, akkor sem lehet szerintem. Ja, de megvan. Meg jóval kisebb range kell. Vagyis azt lehetett volna, hogy ezt így megnövelem, nem? Az is egy megoldás lenne, I guess.
Rakd be olajradiátorokat. Szia, Resenia, helyzet, tök jó, hogy itt vagy. A kapibarákon dolgozik, nem dolgozik senki, igaz? God fucking dammit. Továbbképzésre kéne küldeni ezeket az embereket egyébként, például őt. Jenát Jurdakul. Na, Jenát, figyelj, te mi vagy? Te ilyen vet vagy, nem? Mert ha vet vagy, akkor mehetsz továbbképzésre. Jurdakul. Jurdakul! Elléptetés! Juhú! Tudjátok mit? Mindenki kap egy előléptetést. Most így fog csődbe menni, de nagyon jó lesz. Mindenki boldogan fog csődbe menni. Lassan engedélyezni kéne a pikkakoknak, hogy megint párosodjanak, mert ki fogunk fogyni belőlük. Most már lecsökkent a méretük szerencsére olyan szintre, mert 23-an vannak, azt hiszem 24 a max, amiben jól érzik magukat. Mit, Mizu? Macika, menjél be a barlangodba. Nagyon jó ott. Szia, Szellő, mi helyzet, tök jó itt vagy. Az ázik csóresz, Maci, nézd már. De mindesen csorog róla a víz. Jaj, te sorosz rád nézni. Why would you do that? Most lemászik. Nagyon adom ezeket az animációkat. Akkor királyok. Nem állítottam még be, hogy amúgy itt mit kell nézni. Itt kéne szépen a kapibarát kéne nézni. Ezért ez mondjuk állhat jobban. Így. Meg így. Meg így. Ha kíváncsi lettél volna, mi van itt. Nope. Várj, ez miért nem érzékel a kapibarákat? Nincs elég kapibara közelben, hogy ő így tudja? Vagy... What is going on here? Miért nem tudom bejelölni, hogy ezek kapibarák? Meg van egy darab teknős, de szerintem arra rájönnek, hogy ez nem kapibara. Vagy ilyen nagyon-nagyon érdekes kapibara. Teknősöm hol van? Hol van Green Teki? Sose találjuk már meg, elhagytuk. Nézzétek, ezek itt chillelnek. Hogy kajálnak? Jó, kajálnak. Az kis kiállításhoz való. God damn, de hogy milyen jó lett volna ez ide. Na jó. Akkor ide kell adnom egy ilyen nagyot. De hát ez butaság. Egy ilyen plazmadévét kell beraknom az a kifutó közepébe, igaz? Remek. De mondjuk meg tudom csinálni, hogy ne legyen nagyon csúnya. Nem lesz olyan szép sem. To be honest. És akkor ezt kell valahogy megtámasztani valahogy valami értelmes dologgal. Na, figyeljetek, most építkezni fog, nagyon jó lesz. Ami kell nekem, az ilyen... Tehát az a baj, dél-amerikai, az pont nincs. Mert nincs meg a pak. New World. Hát ez nem az. Mi illik még ide? Európai akkor, gondolom.
Hát én is a faludra gondoltam, de azért nagyon basic, na bocsánat. Arctic az nem néz ki rosszul egyébként. Kiderünk egy ilyet. És... Nem, architecture-ben kéne valamit. Roofs and floors, walls. Fagerendet? Tehát mondjuk, vannak ezek a törzsi fagerendet. Arctic beam. Ja, valami olyasmi. Arctic curved. Ilyen kéne csak kisebb. Sokkal kisebb. Szia, Ciop, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Áramot kap? Aha. Működik. Megszökött. A teknős az olyan. Na, itt vannak az új cuccok, európai cuccok. Bridge platform meg shit. Ó, ez tök jól néz ki, ez a cobblestone. Valamit építenünk kell ilyen cobblestone-ból. Hát ez mennyire zsír már. Jó, következő streamben, amiként jövő pénteken lesz, nem, jövő csütörtökön lesz, építő... Kaptam egy Ghost nevű achievementet. Thank you. Szóval építünk valamit cobblestone-ból. Nagyon frankó lesz, nagyon fog tetszeni mindenkinek. Tapsolni fogtok, ha meglátjátok. Havazás, na az még hiányzott. Egy ilyen wooden post jó lesz, csak nem ilyen színben. Ezt át lehet színezni? Nem. Vannak átszínezhetők, mennek vannak nem átszínezhetők, de akkor viszont ez. Aha, ez tökéletes. Majd ha egyszer meg lesz a dél-amerikai csomag, akkor majd... De ne rakd át másikra. Szóval, ha egyszer meg lesz a dél-amerikai csomag, akkor majd... még jobb lesz. Majd nem. Ez így... Na, szerintem ez így... Én szerintem ez jó. Építs Narrow Street-et cobblestone-ból. Ez egy utolás, mint nem ültek? Na mi történik? Staff alert. Can't find accessible room. Jó. Most már ki kell építenem egy újabb staff. Mit nem találsz? Staff roomot nem találsz. Ki kell építenem majd egy újabb staff room részleget mondjuk oda. Mert itt már basszus, ez mind staff room, azt hiszem. Ja nem, ez workshop, ez a staff room. Itt sorakoznak. Nagy staff roomom nincsen még. Mert lehet, hogy most már arra így lenne igény. Staff facility... Staff room. Large, yes. Most ezek csak ilyen basic-ek, amiket lerakok amúgy. Majd egyszer, egy szép napon építek szépeket is. Az ott a Balázs. Na, most majd lehet menni. Mindenki boldog. Én igen. És ez az, ami igazán számít. Elkészült a Kapibara 1. Nagyon jó.
És mit kapunk a kapibara 1-re? Európai téma 2, transport 3. Ezek nem törülnek ki nekem feltétlenül, hogy mik ezek az itemek, amik bejönnek ezekkel. De talán, hogyha kapibarát megnézem, akkor kiderül. Enrichment, nem. Research status. Tehát a... De ez se derül ki feltétlenül. Underwater plant feeder. Azt, hogy tudják használni, mert akkor kapnak olyat. Sprinkler, water jet board. Hol van az a cucc, ami megy a hátára? Én olyan szeretnék neki adni, basszus. Hogy így csorog a hátára a víz. Olyan miért nincsen sehol se nem? Hol vagy, GK? Ott van. Elég kajás egyébként ő. Nem tudom, hogy tud enni abból, amiből a kapibarák, vagy no. Kapsz egy ilyen block of frozen szart, meg... kis kajáltatót, mondjuk ide. Have fun! Sound of Silence az végén van. Most, hogy mondod. Ezt is kezdhetted volna. Habitat is too small. Te vagy már too small. Ó, a rakónak megkapják a fogamzásgátlót. Mert szerintem kicsit sokan vannak ők egy helyen. Mennyien szeretnek együtt élni a rakónok? 5? Mert most itt van az összes konkrétan. Együtt szeretnek élni... 5. 5 szeretnek együtt élni, és van... Mondjuk ezt nem értem. Group size, excluding juveniles, 2:5. Female bachelor group size, 2:10. Az mit jelent? Hogy lehetnek ők 10? Hogyha ők csak 5 lehetnek. Anyway, eladunk párat. Az a biztos. Ki szeretne menni máshova? Inkább te. Catrice például te. Release to the wild. Yes. Bye. Ki van még itt? 22. 5 szeretnek együtt lenni és 22 vannak. Jesus. Jacob. Hagyd el a villát, most! Őt nem lehet szabadon engedni. Akkor megvárjuk. Akkor kivárjuk. Mondjuk a többi pici. Szóval hát, ha a természet utat tör magának. Még mindig az van, hogy nincs elég meleg. Oké. Van valami módja annak, hogy be lehessen nézni a föld alá, és nem tudom, hogy micsoda. Valaki tudja? Peggy. Te egy okos vagy. Valahogy be lehet nézni a földre, nem tudom, hogy hogyan. Márpedig most szeretnék benézni a... Oké, megvan. Nem, nincs meg. De szép ez így. Szóval szeretnék benézni a föld alá, mert... ott laknak a termosz dolgok. Fogalmam sincs. Áj, Peggy. Talán beállítások? Let's come to fly freely around your zoo. Use for entitled to taking screenshots. You can use T to toggle free look mode. Oké, ez nem az. Edge scrolling, disable collision with terrain. Nice. És
És most ezeket szépen felhúzom 40 fokra. Hol van még? Ja, lehet nem is kellett volna ezt, mert én így is kellett jelölni. Néha okosabb az játék, mint ami kreditet adok neki. Vagy nem? Nem, nem okosabb. Bocs, visszavonva a kredit, visszavonva. Azért fura, mert hogy fázhatnak? Tehát értem, hogy ők 40 fokon még jól érzik magukat, de nem az az ideális hőmérséklet. Azt hiszem ennyi. Csak vissza is állítom ezt a dolgot, mert ez nagyon rossz. Semmi baj, Peggy. Rájöttem magamtól. Jobb is így. Jobb, hogyha rájössz előn az ember magától dolgokra. Jó, a Pávatáncban kitört a halálos vírus. Ez várható volt, annyi kaki után. És most már így jobb nektek? Nem mondanám. Animal is too cold. De basszus! Azért, mert vízben van. A vizet kéne felfűtenem valahogy. De a víz sem olyan hideg. Oké, most kijön. Miért nem melegszik fel az állat? Azért, mert vízből vízbe megy. De a vizet fel tudom fűteni? Fel... Ne. Nincsen külön vízfűtő szerintem. Fel. Yay, Fruit Spike Tree! Kaptuk egy Fruit Spike Tree-t. Remélem ezt titeket is olyan boldog átélsz, mint amilyen boldog engem. Egy ilyen kapibara enrichmentnek tűnik. If I ever saw one. Heaters and coolers. Tehát, hogyha például a vízbe rakom a heatert konkrét közvetlenül, akkor fűti fel, hogyha nem a talajban van. Van rá utility? Machine. Oké. Várj. Azt hiszem tudom, mire gondolsz. Utility. Volt egy temperature regulátor. Yes! Ez lesz az. Köszönöm. Na. Megvan. És akkor ezeket a vízi temperatúrákat már regulálja is ő. Viszont azt meg kell csinálni, hogy akkor ez... Ez át... Nem, az egészet szeretném mozgatni. Jó, akkor másolni. Szuper stílusos továbbra is ez az egész. De hogy szuper stílusos. És... 20 fok. Kivorték. Hogy jön 25. Na most már jó nektek, ti állatok. Neked például. Jaj, hát nagyon jó. Jaj, hát ha ti örültök, én is örülök. Jól van. Akkor viszont kicsit fölöslegesen fűtöm fel itt a levegőt is 40 fokra, de az szerintem már mindegy. Szia, Arma, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hogy vannak a wombatok? Azok elvileg megvannak. Néhány ki akarja kaparni egymás szemét, de alapvetően vannak kis wombatjaink, szóval annyira ne csak nem lehet rossz az élet. Például ő. Av. Itt van 5 darab wombat. Pucus állandóan expecting offspring. Meg kell őrülni. De túl sok a felnőtt. Az tény.
Kirától, én Kirát, én azt mondom, hogy itt az ideje, hogy hazatérj. Bye! Milyen állatok vannak még? Hát itt van a szaros pával kifutó, nagyon jó hely, nem tudom most éppen hogy állunk a kitekintető tekintetében. Nem jó, de nem is tragikus jelenleg. Aztán itt van a... Ha tovább menjünk, akkor van egy teknős kifutó. Itt lakik pár teki, ez is ilyen átsétálós. De ezek alapbarra óriás teknősök. Aztán itt, ez itt a három vombat kifutó. Három külön helyre vannak elszeparálva a vombatok, mert együtt nem lehet őket tartani. Van itt nekünk... Oh, shut the fuck up, mindenki boldog. Miért is tüntettek? Ja, ő miatta? És neked mi a probléma egész pontosan? Van mosómenő, meg van ilyen skunk. Ezt láttátok? What just happened? Az előbb felrepült az egyik mosómedve a tetőre. És eltűnt. Slightly worried vagyok ezzel kapcsolatban. Na mindegy, szóval mi a bajod? Social. Space. Critical error crowding is to present. Ja, tell me about it. Sajnos igen. Ez jogos felvetés egyébként. Nagyon-nagyon sok kicsi van, te jó ég, mennyi kicsi van. Embry? Itt az ideje, hogy hazatérj az otthonodba. Összesen lenne 5 mosómedvénk, és van 23. Szóval, yes. Itt vannak még macik, grizzly medvék. Ott ül a... Hogy ül a grizzly medve? De cuki. Én is így szoktam ülni. Most van egy kis maci. Úgynevezett bocs. Embrének hívják. Ez egy szar név. De azért cuki. És akkor a legfrissebb kifutóban pedig megtalálható az nagyszerű és fantasztikus kapibarák és egy darab galapagoszi óriás teknős. Vannak már kis kapibarák is. Ezt gyorsan megy, srácok. Tényleg nem pazaroltátok az itt. Bonjour. Várjál. Hogy is kell elrejteni a... Interface, controls... Elrejteni a UI-t. Valahol el lehet. Hide UI. Addig nézzétek, amíg rákeresek. G. Elvileg. Yes! Meg is van a thumbnail kép. Arra kell vinnem. Meg eltüntetem magamat. Tökéletes, akkor ide egy markert is, hogy tudjam. Nem, nem sikerült markert raknom. Akkor csináljuk úgy, mint egy paraszt. Leraktam a markert, és innen tudni fogom, hogy, hogy itt kell keresni a thumbnail-t. Thumbnail alapanyagot. Vagy ez. Annyira imádom, hogy ilyen no fucks are given arcot vágnak, így mindent ő így néznek. Mint amikor valakinek elmondasz valamit, és így not impressed. Not impressed at all. Kapibarák megint kapnak valamit. Várjál, a teknősöknek van valami enrichment.
Jó, hogy ez a fruit spike tree, ez nem is nekik szólt, hanem a tekiknek. Oh, my bad. Viszont hátra tudunk még hozni tekit. Mert legutóbb ugye nem volt elég. Hát most sincs. Várj. De most van. És azt hiszem hárman tudnak együtt lakni. Valaki emlékszik, hogy amit vettünk, az fiú volt nagy lány. Elvileg ők eléldegélnek. Mennyien? Egy kötőjel négy, de csak egy hím lehet benne. És a mostani GK az... GK az fiú. És egy kaját azt itt találtál? Hát nem úgy tűnik. Na most stresszes. Oh no. Ez is olyan, hogy itt tökre stresszel az emberektől. Jó, akkor nem hozunk újat. Nem láttunk téged. Jaj! Köszönöm, hogy szóltál. Köszönöm, hogy hiányoltál. Na akkor viszont térjünk vissza ezekhez. Hogy itt a kapibarák mit kaptak. Mert most megint kifejlesztettünk nekik valamit. Ez az! Itt van! Nézzétek! Ezt kerestem. Jaj, de jó lesz itt nekik. Na szóljatok, hogyha használjátok, mert erre kíváncsi vagyok most. Meg azt mondtam, hogy underwater... Feeder? Nem. Na, valaki? Valaki nem akarja használni ezeket a hátló csolókat? Nagyon jók. Szia Vexor, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Figyelj, az alapjáték annyira nem drága. Szerintem. Ott! Oh. Oh. Hát ez nagyon cuki. De milyen jó már neki, basszus. Ez az élet. Srácok, ez az élet. Ezt most érzétek meg. Szóval az alapjáték nem drága, hogyha le van akciózva. És nem átfolyik rajta a víz, hanem itt lefolyik a nyakán, és megint itt lefolyik. Érted? Na. Szóval így történik. Tévedsz, hogy átfolyik. Minden csak nézőpont kérdése. Lefolyik a fülén is, meg ott is, de kicsit lefolyik a szügyén is. Szóval, én nekem nincs meg az összes DLC, de nem is kell. Persze nagyon nagy a csábítás, hogy az ember megvegye az összes DLC-t is, de hogy alapból van benne rengeteg állat. Tehát hamarabb fog a kicsi is csinálja, éppen hogy kilóg a vízből. Szóval hamarabb fog a géped azt mondani, hogy ennyi, ekkora állatkeretet már nem bír, mint hogy telepakold az összes állattal. 45 euró Steamen. De miért akkor nézel, amikor nem akciós? Ez ilyen nagy lifehack. Tehát igen, most 45 euró, de guess what? Lowest recorded price. Eurót nézünk. Hol van az euró? Euró. 10. 15 szerintem így általában. Tehát hát azért szokott rajta lenni. Jó kis leárazás. Deluxe Edition Game Boy 13. Most, ahogy beszélünk. Ez nagyon jó.
Ezek a nagyok, vagy a kicsik? Ez a kicsi. Mi lenne, hogyha ez ilyen lenne? Nézzétek csak. Ezt nem akartam átállítani. De hogy ez ide. Ez ide. Ez ide. És akkor ez ilyen chillelősáj nekik. A gamebillet teljesen megbízható oldal és teljesen tiszta. Tehát nem szürke import vagy ilyesmi. Azonnal küldik a Steam kulcsot. Én szoktam volna vásárolni sokat. Az egész habitatus mal. Igen, erről hallottam. Most jöttem rá, hogy mit akar mondani ez a játék nekem, és most már igen, egyetértek vele. Jó párat release-elünk. Daroldot. Wakefieldet. Vadósznak köszönöm a bekövetést. Nagyon szívesen. Na, az óriás technőség kicsit rendbe jött. Rengeteg kis kapibaránk van. Lehet, hogy kicsit túl sok is. Ha van ilyen, hogy túl sok kapibara, akkor lehet, hogy most ez történik. Tehát van 5 lány, 8 fiú és 6 kicsi. Az 19. Összesen lehet 20 kapibaránk? Akkor lehet, hogy meg kéne csinálni, hogy kapjanak fogamzásgátlót ezek is most egy időre. Ami ki nem forog ez a generáció. Még szülessen pár is, akkor utána. Oké. Okay. Nagyon tök jó lenne, hogyha amúgy ez így kiírná, hogy mit kapsz, amikor ezeket kifejleszted, mert most jelenleg ez nem egy olyan dolog, amiről nagyon sokat beszélne a játék. Hogyha amikor valamit kifejlesztesz, akkor az mivel jár? Hogy most már elérhető ez meg az. Hanem annyit mondta, hogy GG, Nori. Ez így tökéletes. F1 Manager 22-t játszottam, volt is belőle egy darab stream, azt hiszem, mert hogy megkaptam ajándékba, születésnapi ajándékban egy nézőmtől, egy kedves nézőtől, és ezért ki tudtam próbálni. Tervezek visszatérni hozzá, de nem volt annyira jó, mint szerettem volna. De olyan volt, amilyennek gondoltam, hogy amilyen lesz. Because I'm very clever. Szerintem, hogy nem lett ott rossz az a habitat. Mit gondoltok? Főleg ezekkel a hátmasszírozó forró vízzel. Hát nagyon jó lehet már. Én is akarom. Kapibara akarnék lenni. Már jobb, realisztikusabb. Lehet majd megint ránézek, hogyha lesz egy kis időnk. Köszönöm, Tarlod. Örülök, hogy tetszik. Skunkok problémája nem sokára megszűnik.
Ah, tudom, mit nem néztem, hogy ilyen ride-okkal Mizu. Tehát most van nekünk Adventure ride-unk, Monorail, Riverboat, Small Steam Train, Suspended Gondola. Annyira két dolgot lehetne csinálni ebben a játékban. Például az, hogy így körbe küldesz egy ilyen gondolán embereket fent a magasban. Vagy ez a Riverboat. Nem is tudom elkezdeni, ez hogy működik, de hogy mennyire jó lehet már. Konkrétan erre egy dedikált streamernek kéne lennem. Hogy ezeket így ki tudjam élvezni az összeset. Pénzben jól állunk, szerintem. Ó, oh, itt van Viktor. Mizu, hogy tetszik az állatkertem? Ott mondta a játékban, ott van. Napszemekben, hogy ne ismerjék meg a rajongók. Yeah. A hírnév átka. Valahogy, valamit lehetne vele csinálni valamit, nem? Say hello. Meg Bogi is itt van, neki is köszönök. Say hello. Ezzel amúgy valamit kezdeni kéne, mert ez szánalmasan nézít ki. Ez a víz. Hányan vannak itt ők? 22. Jó. Mondtam, hogy a Grizzlynek a kifutóját lehetne még bővíteni egyébként. Mert most alig férnek bele dolgok, pedig elvileg a Grizzly is kapott. Most a Grizzlynek is oldottam ki valamit. Ez Grizzly? Grizzly. Ah, oh, Smooth Butter Feeder! Yes! Gyertek, kapik! Oda! Lehet menni játszani vele. Have fun. Szóval... Grizzly, és itt Scratching Tree. De jó. Na, olyat szeretnék, meg Tree Forager, meg focilabda. Erre akartam meghosszabbítani először, de rájöttem, hogy igazából lehet, hogy az nem a jó ötlet. Úgyhogy erre fogjuk meghosszabbítani a Grizzly kifutóját. Méghozzá most. Úgy lesz, hogy... Itt hozzáadok egyet. Csak nem olyat, hanem glass, azt hiszem. És sima glass, igaz? Most miért nem engel a snap-el? Szóval mindegy. Most engel a snap-el. Jó. Kb. Ennyivel fog meghosszabbodni. Ez itt egy... ez itt már nem dombos rész lesz, hanem ez itt teljesen nyílt lesz. Gyakorlatilag ide lehet majd jönniük. Csak úgy így lenni. Úgyhogy azt meg is csinálom rögtön, hogy ezt vissza levesszük ki, gyakorlatilag itt fog véget érni a domb. Jó, ezt sose végzek itt. Hát még ha látnék is valamit, milyen fantasztikus lenne, nem igaz? Igen, valahogy így. Mondjuk, hogy itt át lehessene menni... Ez egy jó kérdés. Ja, és akkor van az kapcsolva, hogy... Aha. Flat top, léci. Engem azt nem pedig igazán hatja meg.
csak innentől kezdve. Kb. Eddig. Miért nem akar becsatlakozni? Ja, tudom miért nem. Mert ez bután van. Igen, itt maradt még egy domb, aminek nem kéne itt lennie. De a flatten to service miért fel... vagy service... surface az miért felfelé hozza? Mondjuk ezt akár itt tudnám használni. De itt meg lefelé viszi. Hát beszarok ezen. Mitől függ? Tudom, to terrace. Oké. Az lényeg, hogy itt ne tudjanak felmenni igazából. Igen, ez tök fontos lenne. Mondjuk ez jól néz így ki. Mert ez ilyen teraszosan csinálja meg. Ah, oké. Flatten to foundation. Ezt kerestem én. Csak... csak így. Na, lassan kitapasztalom én, hogy működik ez. Így. És akkor ennyivel meg tudjuk hosszabbítani. Annyi, hogy ez nem kell. Miért írja, hogy dangerous animal escaped? Attól ez még nem zárt rendszer. Ezt miért nem veszi annak? Szia Zsiger, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. És ha unpózolok. Merje, ezt romboljuk le. Elsőként. Hát ezeket az egészet át kell rakni egyben majd. De nem is ez a probléma. Hanem a raptorok. És elvileg ez most így egy nagy barrier, de gyakorlatilag nem érzékeli annak. Lehet, hogy csak unpózolni kell, és annak fog érzékelni, vagy lehet, hogy rá kell rakni kaput. Yes! Jó. És akkor most már nem fog amiatt szólni, hogy, hogy vannak gondok, mert aktuálisan nincsenek. Minden rendben van. Nagyon lenne egy pipetta ebbe a játékba. Most hoznám be valami dioráma módot, hogy így rendesen tudsz benne diorámákat építeni. Elég vad. És nem tudom, ez honnan jött. Általában valami modernnek a behatása. Én meg itt keresem, hogy mi volt az a minta, meg az a távos mélység vagy szélesség, amelyiket használtam. Hetes? Ha. Meglepő, nem szoktam annyira nagy rajongó lenni a páratlan számoknak. Most ez így okés. Most érzékeli, hogy ezekben vannak? Escaped. Jó. Érzékelte. Király. És akkor ezeket át kell vinnünk. Itt ezt mindet. Igazából csak hátra kell tolni. Ennyit kell rajta csinálni. Meg jó kicsit el balra. Így. És akkor már is megnyílt itt egy terület, azért azt megnézem, hogy esetleg
Nem akar, nem tudnak ők innen kimenni, hogyha nagyon akarnak. Szerintem ezt még nem gondolta újra. Nem akarod újra számolni, hogy bemehetsz-e oda? Na ez, ez a beszéd. Aha, ott vannak veszélyes pontok, oké. Okay. No thank you. Mit is kell csinálni ezzel? Climb proof. Így. Igen. Most jó. Most tökéletes. És akkor ide lehet rakni olyanokat, mint mondjuk ezek a scratching dolgok. Itt van. Tree forager, ez nem tudom micsoda, de nagyon jó lesz neki, hogyha itt lesz. Meg ez a wind chime, ezt szerintem múltkor már le tudtuk rakni, úgyhogy használják. Nem is azt, hanem a large roller feedert, de ide most ilyen scratching tree-ket szeretnék én rakni. Így jó, jó előre, hogy hagy örüljenek a emberek. Van műsor. Így. Jaj, de jön a maci. Na, na, mutasd meg mit tudsz. Show me what you got. Jó, mindjárt elnevezem rólad, Tarlód. Most van egy csomó kapibaránk, úgyhogy mindjárt. Az, that's the spot. Az lesz az. Jól van, tesó. Jól van, látom adod. Örülök, hogy tetszik. Hát használd egészséggel. Ez szerintem elég jó lett ez a bővítés most itt. Annyi, hogy ezek milyenek? Ezek nem olyanok, mint ezek. Ezek nem sima üvegek. Milyen kapuk ezek? Valaki tudja? Pedig egyfajta üveg van csak. Ja, thick glass. Ah. Ha csak úgy nem. Ezt ki lehet jelölni egyszer őket? Nem, nem lehet. Igen, és még itt ennek is thick glassnek kell lenni. Hát ez furánál, de mindegy, annyi baj legyen. Jó, ez megvan, és akkor most jönnek az állat átnevezések. Gyurci, nagyon szépen köszönöm a donétet. Nagyon király vagy. Jeges medvét szeretnék, a lelkem sovarog egy jeges maciért. Na jó, hát ha így mondod, ha így kéred. Van egyébként jeges maci a játékban? Mármint tudom, hogy van, csak nekem megvan-e. Szerintem meg kell, hogy legyen. De hogyha nem, akkor ebből fussa az Arctic pakra végül is. Market. Poláris bear. Poláris bear, confirm. Jó. Hát nem látom semmi akadályát, Gyurci. Annyi akadályát látom, hogy véget ér a stream most. Mindjárt, egy fél óra múlva. És aztán így már nem fér bele, de jövő
Csütörtökön tuti lesz Planet Zoo, úgyhogy mi lenne, hogy akkor építenék egy jegesmedve kifutót. Fő a krumpli. A krumpli a legfőbb. Majd szólok. Szóval kapibara. Itt vannak a kapibarák. Ó, de nézzétek milyen chill már. Kapibara együtt alszik a tekivel. A teki az teljesen nem úgy készen van a stresszre meg mindentől, de alapvetően jó neki. Szóval. Van nekünk egy zsákos bimbónk. És van nekünk egy zsigerünk. És van nekünk egy tarlordunk. És van nekünk egy tarlordunk. Nem, ez már elnevezett. Kicsik általában jók. Dave Crazer, Learon. Ott megy kettő. Például te. Kint hagytam ki zsigert. Na hát aranyélet itt a kapibaráknál. Szerintem megint elkészült valami. GK nagyon stresszes. Yes. Ez úgy hangzik, mint GK. Legalább annyi van jó, hogy ugye nem írják a játék, hogy miket kapunk újonnan. De itt jelzi. Például ez. Tire. Hát mindenképpen. Tessék, ott egy gumi, ott egy másik gumi. Jó szórakozást hozzá. Meg a focilabdát is megkapjátok. Meg a large snowballt is megkapjátok. Tessék. Have fun! Grizzly madvék. Hol van a grizzlyeim? Alszanak. Ah, mindegyik alszik. Cuki. És akkor ugyanígy meg kell nézni a kapibarákat. Kapibara. Itt most nincsen semmi, akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg kaptak újfajta kaját. Yes. Bill Guts, oké. Igazából nem kifutót akart, csak egy medvét dob be neki egyet az emberek közé. Sajnos nem lehet képzeled el az emberek közé leszpónoltatni a medvét. Tök rossz, igaz? Alejandro, az új neved mostantól. Bill. Götz. And I'm very sorry. Vexor. Na még Vexor is kap egy kapibarát. Ha találok egyet. Amúgy a kapibaratnak meg kéne adni szerintem lassan a... ...13 animál, de hát ez nem igaz, mert igazából 19. Miért hazudnál ilyenről? Hát kifogytunk kapibarákból. Unhell. Yes, még egyet találtam. Snowball nem fog elolvadni? Láttad, hogy milyen gyakran havazik? Jéj, Tuvia visszatért. Az ebben ugye vége a streamnek. De we are happy for you. Hogy elnézést, micsoda? Miért teleportált oda a medve? Ott volt, ez egy flup, átteleportált. Ez is egy módja annak, hogy átérje a másik oldalára az erdőnek, csak miért tennéd ezt? Most amúgy tudnak itt közlekedni? Medve, gyere!
tudnak. Még itt is be tudnak jönni a sneaky bastardok, hogyha akarnak. Itt gondolkozom, hogy bevezessem-e hogy oda be lehessen menni. Tök jól néz ki ez a textúr, vagy ez a itt, hogy így ilyen izé, ilyen lemenős, ez tetszik. Majd ezt máshol is alkalmazzuk. Mindent kaptál, Tuvia? Ja, nem volt, most nem a piacon voltál. Mit kell nyomni, mint szülinapkor? Nagyon népszerűek a kapibarák egyébként. Szerintem most az lett a fő látványosság. Jó, hát a wombat az wombat. Szia Vanilla, Miumi, ezért tök jó, hogy itt vagy. Na hát annak, aki esetleg most jött, vagy így tudjátok, elment takarítani, annak mutatom, hogy mi a helyzet. Jó, hát esik az eső, de vagyunk kedded! Ott áznak a kis kapibarák, mármint jó értelemben áznak, mert beálltak a forró meleg víz alá. Nagyon chill. Csomóját leraktunk, hát ha így használják is. Amúgy használják. Pont most linkelte GK, hogy GameBilleten 14 euróért tudod megvenni ennek a játéknak a Deluxe Editionjét. Ami azt jelenti, hogy a sima verzió, meg van benne azt hiszem 3 plusz állat. Yes, kapibar, az mondjuk pont nincs benne, az DLC-s. Meg a wombat sincs, szóval ja. Ez készít, vagy ez egy ilyen dolog. Hangot nem kaptuk meg, de nem baj, biztos nem érdemeltem meg. Az Active Disease-t azt amúgy így kéne kutatni, mert Grizzly az nem egy fogyó eszköz. Ezzel mi történt ezzel a kapibarával? Azt hiszem, itt beakadt valami. Zsigernek főhet a feje. Látszik, hogy beakadt az animáció, vagy micsoda, hogy a fejére csorog a víz. Ó, csórikám. Na hát, vagy neki ilyen mobil. Tehát, hogy így viszi magával ezeket a szarokat. Nem is kell beállni alá, hogy érezze a törődést. Használják a cuccot, vagyis majdnem. De neki ez jó, mert folyamatosan ott... Aaaa... Tűnt olyan, hogy forna az agya. Kőzhajtású kapibara. Teljesen jó. Jó, hát ilyet is láttunk végül is. Mizu a macikkal. Így, hogy most már van egy új terület. Meg gumik, meg minden. A barrier státusz az nekem ilyen... Nagyon alacsony ahhoz képest, hogy... hogy itt fucking medvék vannak. Nem tudom, nekem ez így ilyen fura. De itt azt mondja, hogy van 3 maci, és egyik sem beteg. De marmac, hogy ez így beteg. Mármint én örülök, meg minden. A macik tudnak 3-an élni? Az egyik még kölyök, szóval az még annyira nem releváns kérdés. De... meg éhesek. Tehát... ha két dolgot nem akarunk kombózni, az az éhes grizzly medve, és a gyenge kerítés. Leharcolt kerítés. Whatever. Én láttam egy olyat, hogy... Ja, semmi. Igen, haza kell küldeni újabbakat.
Shaconilt például. Mert kicsit megszaladtak itt a számok. Tehát ugye összesen 5 mosómedve tud együtt élni, és most jelenleg együtt él 18. Ami távol van az ideálistól. Nagyon messze van az ideálistól. Ho-ho, he-he-he-he! Mondják a elégedett ügyfelek. Ez még mindig 16. Olyat nem akarok kirakni, akit nem lehet visszavinni a szabadba. Mert pedig a film nagy része olyan. Ez nem tölcsér akar lenni? Tülcsér. Habitat 22, az a grizzly medve. Várjál, grizzly medve, igen direkt, nem direkt, most direkt. A 22 az a kapibara kifutó. Leront is jól mondt, Leron öreg, viszont nem lehet szabadon engedni. Jóman fiatal, ezért nem lehet szabadon engedni. Na, itt van pár. Járón esetleg? Nem, ezeket egyiket se lehet. Penny Zoo Deluxe Edition, a csillaghelyén egy szám van, hajrá, ha beváltottad, írd meg a chatre is, hogy más ne próbálkozzon tovább. Hát Gyurci, nagyon király vagy, nagyon szépen köszönöm, akkor ennek köszönhetően most, aki lecsap, az itt csapjon le. Van most itt a chaten egy Planet Zoo Deluxe Edition kód, találjátok ki, melyik szám tartozik oda, és írjátok, hogyha sikerült. De mindenképpen írjátok be, hogyha sikerült. Ne legyetek bunkók, Ples. Ez a minimum. Ha nem sikerült, akkor... Mert akkor meg így tudjátok, elvész. Hogyha mondjuk senki nem váltja be. Mi az, hogy megint nem vagy ideal temperature-ben? Ah, no, what to tell you. Steam-es a kód. Goes without saying. Amúgy a hard shelterből nem elég. Ezek szerint. Akkor ebből lerakok még egyet. Ez valahol ide kéne. Nem tetszik, mert belelóg a fa közepébe. Vagy ide? Nem akarom a másik mellé. Valaki már aktiválta. Hát nagyon szívesen annak, aki aktiválta. Egy köszönöm, mert szerintem mindenképpen lesene bedobni. De most már úgy se fogja, mert most már...
Most már azt hiszi, hogy shamingeljük, de nem. Nem shamingelünk meg semmi. Itt rakok ilyen alvó helyet, hát ha eljönnek ide is. Aludni. Átjönnek. Nem akarom hozzáadni ahhoz, csak simán akarom én. Már nem lehet simán? De biztos, hogy lehet, csak még nem találtam meg. De én nem akarom hozzáadni. Jó, örülök, hogy ezt meg tudtuk beszélni. Csak hozzá kell adni mi, nem bírsz magaddal, rohanj meg. Ezek most a földön vannak? Kiváló. Akkor most elvileg van elég hard shelterük. Egyszerűen majd ezt újra fogom építeni. Hogy kicsit jobban illeszkedjen így a... Nem rossz ez most sem, de hogy lehetne kicsit autentikusabb. Kösz szépen, Gyurci, még egyszer. Nagyon kedves dolog volt tőled ez. Tudja, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál. Hát akkor Gyurci helyett Bresholnak egy feliratkozás, nagyon király vagy. Csak akkor tudsz ajándékozni feliratkozást, hogyha az illető nincsen feliratkozva. Nem tudsz olyat adni, hogy a következő te állod, vagy ilyesmi. Azokat nem is használják. Vexor, mi a viharbajod van neked éppen? Temperature. I don't know what to tell you, Vexor. Ő miért fázik? Most jött ki a víz. De a víz is már fel van melegítve. Nem tudom. Nem tudom, mi a bajod. De hogy itt elvileg tök jó a klíma. Vagy hogyha nem jelölöm ki, akkor az így... Ez így alapból kék? Ez így alapból kék. That's not normal. Viszont itt várjál, itt valahol van elvileg egy... ha nincs, akkor rakok le egyet. Egy melegítőt, mert hogy itt fognak aludni. Szóval igény az lesz rá. Kaptok egy heatert. És felgórjuk 35-re. És attól majd hátra felmelegszik. Jó, Maci beteg, de most már elvileg jól haladunk a gyógyítás kutatásával. Meg vagyok még, mint kapipara? Meg vagy? Még a kapibarát nem vesztettünk. Block of frozen fish-t kapnak a mackók. Meg... Bobin drum! What the fuck? Figyelj, nem tudom, ezzel mit fognak csinálni. De kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy lerakunk egy ilyet ide. Fognak ezzel bármit is csinálni? Ha-ha-ha-ha-ha, jaj, de jó, szorakozik valaki. Tree scatter feeder. És ez mi? De ez hogy? Vagy... Jó, figyelj, megnézzük. Most már ide gyűltek az emberek, valamit kell mutatniuk.
Na, jön egy. Gyere! Hú, de rohan. Neki megtetszett ez a valami. Vagy a dob, vagy a feeder. Aha, a hal. Oké. Okay. Jogos. Na, mit csinálsz? Mit csinálsz, kicsi? Röfög. Hát az is egy élet. Na most kell letiltani a kapi barátnak egyébként a... Vagy most kell beadni nekik, mert már túl sok lesz a jóból. Várjál, jön dobolni a maci. I guess. Csóri ment volna ott, és a másik így slightly ellökte előle. Maci, nézd milyen szép. Nézd csak, hopp. No. Szép volt a dobolás. Sajnos nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. De majd hát ha a következőnek. Megnézem, megkaptak-e még valami király dolgot a kapibarák, mert elvileg kész vagyunk kapibara ügyileg. Ez mi? Bamboo feeder. Ezt kaptok oda. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kapibara. Aha. Plant screen. Ott ez micsoda? Meg ez miért jó? Hát még nyilvánvalóan remekül néz ki. De hogy mit tudtok ti ezzel kezdeni? Ha mondjuk lerakom, I don't know, ide. Ez egy átmennek és boldogak, vagy... El nem tudom képzelni. Hogy ez miért egy 5 csillagos enrichment. Hát csináltok már vele valamit, mert kíváncsi vagyok. Ott van egy csomó kapibara. Hát ha valamelyiknek megtetszik. Játék sajnos nem segít. Na, jön egy. Nem. Ez se szarja, őszintén szólva. Másikat sem. Mi milyen zen, amúgy. Leveszem még ezt is, és akkor tessék, itt van a zen állatkert. Na, hát szerintem jó sikerült ez így most amúgy. Sikerült itt megépíteni a kapibara kifutót. Szerintem jó lett. Nem ment rá az egész stream arra, hogy a fődet pakolgattuk. Szóval ez egy abszolút win innentől kezdve. És hát a reggeli stream ilyen nem nagyon volt már egy hamar, egy ideje, nem is lesz, még egy jó darabig. De ha csak ki nem rúgnak egyébként. Tehát hogyha kirúgnak, akkor igen, akkor ez a B-terv. De most egyenlőre nem úgy áll a helyzet. Aztán persze válság az mindig van. Nem tudom ezt most miért magyarázom. Lényeg a lényeg, ez egy fordulat volt. It's not necessarily a bad thing. Vagy hát nyilván az. De hogy ezen a ponton már szinte mindegy. Kirúgnak vat? Hát bármikor kirúghatnak. Non-essential vagyok. Hopp! Ott átfutott alatta! Láttátok? Nem láttátok? Én is alig láttam. De hogy átfutott alatta a srác? Erre használják komolyan, hogy átfutnak alatta? Nézd, you do you. Tessék, fussatok át alatta, hányszor akartok. Szeretnéd, hogy kirúgjanak? Nem. De ez a B-tervem, mert mindig fel kell készülve lenni a dolgokra. Ezt felsorolsom. Tudja.
Szerintem ez nagyon, nagyon hangulatos kifutó lett itt. Kapibaráknak. Még annyi, hogy... ez. Lehetne picit arrébb. Meg ezt lerakhatnánk a másik helyre is. Ezt a hatalmas buildet, amit indi raktam. Ajaj, az egyik kapibara az... csatlakozott egy... egy... ganghez. Konkrétan Dave. Dave Crazer. Köszi, Tubi, hogy itt voltál. Jó hétvégét, és találkozunk hétfőn. Még mutatom nektek, csak hogy még ezt Tubi is lássa, hogy jövő héten mi lesz. Jövő hétfőn Ixionozunk valószínűleg, mert lesz valami, hogy itt szavaztatok meg. Kedden Viktorral megnézzük a Project Zomboidban, hogy van-e még élet. Hogyha benne van élet. Mert lehet, hogy Viktorban nem lesz élet. De hogy megpróbáljuk, ha nem, akkor játszunk helyettől vagy mást. Rengeteg játék van, ami szóba jöhet. A szerdán megnézzük a Justin Roiland-nek és a Rick and Morty alkotóinak új számítógépes játékát, a High on Life-ot, ami egy ilyen FPS, I guess. Benne van Game Pass-ban, úgyhogy ezért fogjuk tudni játszani. És csütörtökön lesz jövő héten a második stream, nem pénteken, mert pénteken céges vacsira megyek. Úgyhogy sütörtökön lesz, így négy stream lesz egy zsinórban, és akkor pedig folytatjuk a Planet Zoo-t. Konkrétan építünk, ó, nem ezt akartam. A Polar Bear kifutót megépítjük, amit Gyurci kiváltott magának. Neked miért tökön bajod van, Vexor? Most már mondd meg nekem. Mindenki super chill. Ki Vexort, aki megfagy. Hát ott van ennél a melegek, miért itt mászkálsz? De itt sincs nagyon hideg egyébként. Ez szintén jónak kéne lennie neki. Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Szerintem amúgy lejjebb ment nagy vissza az új reputation, de annyi baj legyen. Találkozunk ebben az állatkertben jövő csütörtökön, míg streamben hétfőn. Ki zsiger meg gőzölög? Még mindig gőzölög a zsiger? Ezt nem is néztem. Na, jó van! Létek jók, jó ebédhez szóljon a nóta vagy a mi ilyesmi. Sziasztok!